vele lehet beszélni? Most már vele lehet beszélni. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Sziasztok, ez itt a Skip Intro. Én Dave vagyok. Én Viki. Én pedig Jolcsi. És a mai adásban a magyar szinkronról fogunk beszélgetni, de nem egyedül. Ugyanis itt van velünk a csodálatos Speyer Dávid, szinkron dramaturg, és erre ki is fogunk térni, hogy mi történik ott, és hogy mi ez a szó, és hogy mit jelent ez. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm az invitációt, és elnézést, hogy csak így online, de nem volt megoldható. Sőt, innen látszik, hogy mennyire COVID-friendly adás vagyunk mi egyébként. No, mostantól így csinálunk mindent. Dávid, mit jelent az, hogy szinkron dramaturg? Mert én először azt írtam oda, hogy filmfordító, és aztán rájöttem, hogy ennek biztos, hogy van valami olyan neve, amiről nem tudom, hogy micsoda. Úgyhogy kérlek vezess be minket ebbe. A szinkronnál ugye van az a specifikum, hogy szájra kell írni a szöveget, meg ugye a hosszoknak stimmelnie kell. Aha. És ez nem is kevésszer olyan arányú szövegváltoztatást igényel, amit tulajdonképpen dramaturgiai munkának fogható föl olyan értelemben, hogy úgy kell megoldani a fordítónak, hogy megfeleljen ugye a hossz követelményeknek, nem ritkán a szájmozgásnak, de hogy ugye a tartalom az ne sérüljön, vagy illetve ha valahol elvesztek valamit, utána azt vissza tudjam rakni, tehát így módon dramatizálni is kell a szöveget. Ez számomra akkor derült ki így igazából, vagy nem tudom, amikor még a 90-es években két film is volt, amit Los Angelesben kellett lefordítanom. Jaj, de rossz volt. Na mindegy, tehát, hogy és ott kiderült számomra, hogy egy csomó országban, tőlünk nyugatabbra főleg, ezt kettő ember csinálja, az egyik ember lefordítja a szöveget, a másik pedig hát szájra írja, vagy dramatizálja, tehát olyannyira van ez így, hogy erre sok országban külön ember van, és ez ott természetes, hogy ezt ketten csinálják. Számomra nagyon furcsa volt, mert nekem az lenne az evidens, ugye, hogy fordítja az ember, úgy alakítja, és ez a kettő összefor az én fejembe, és szerintem általában a magyar szinkron dramaturgok fejében is, mert hogy nálunk ez abszolút így működik, de vannak bizony országok és nyelvek, ahol erre külön ember van, tehát a translator meg az adaptor talán úgy hívták. Úgyhogy ez ezt jelenti, hogy mivel annyira nagy kötöttség ez a hosszokkal és a szájmozgással, hogy óhatatlanul néha drasztikus változások kellenek, és emiatt aztán nem csak fordítani kell, hanem valahogy úgy kell forgatni, hogy ne sérüljön legalábbis az alkotói szándék, ha már maga bizonyos szavak vagy mondatok idézőjelben sérülnek. Úgyhogy ezért van ennek ez a fellengzős neve, hogy szinkron dramaturg. Imádom. Valójában ez a titka annak, hogy a magyar szinkron az híresen jó? Hogy ezt a magyarok hát tudják, hogy így érdemes csinálni, máshol meg külön feladat? Ne, máshol is van, ahol tudják, vagy szóval nem mindenhol egységes. Ez nem a magyar szinkron, az azért jó híresen, mert szerintem híresen nagy figyelmet fordítottak erre, még ugye annó, de aztán most ugye sok a tartalom, blabla, de azért még most is vannak remek szinkronok, és akkor erről egy külön adást is ugye lehetne nyitni, de szerintem az is számít, hogy ugye a magyar az nagyon eltérően a körülöttünk lévő nyelvektől, ugye agglutináló nyelv, tehát ragasztó nyelv, tehát nagyon olyan sajátosságai vannak, ami miatt ez valahogy nincs minden egy siker. Igen, és emiatt aztán valahogy tényleg a jó szinkronnál ott a fordítóra is elég komoly hárul. Úgyhogy erről és igazából a szinkron viszontagságairól, csodájáról és tragédiájáról fogunk ma beszélgetni, de van nekünk egy hívhatjuk, csúfolhatjuk műsormenetnek, de hagyomány. Talán hagyomány, szegmens. Szegmens. Azzal indulunk, hogy mindenki ügyesen elmondja, hogy mit nézett a héten. És rám néznek mindig, mert én nem nézek most. Gyorsan leveretjük a Gilmore Girls-t, és aztán utána történik valami. De megnéztük a 200 éves embert, mert ugye a múlt heti epizódban Robin Williams volt a téma, és nagyon régen láttuk azt a filmet, úgyhogy újra néztük, és még mindig nagyon jó volt. Jócsi végig sírt, én egyszer sem. Ja, persze, hogy ne. Inkább nyomkodj a telefonodat, hogy ne kelljen sírnod.
Azon kívül pedig a Love Life-nak a második évadának az első három részét láttam, ami kijött, és nagyon tetszett. Van róla egy videóm is, úgyhogy ezt megnézhetitek, ott nem mondok többet. Mennyire izgalmas voltál ahhoz képest, hogy én mit fogok majd mondani? Ja. Viki? Végre! Én nagyon sok mindent láttam. Én nem tudom miért, de én nagyon sok mindent láttam, szóval gyorsan felsorolom, jó? Megnéztem a Love Life első három részét, és meglepődtem, hogy mennyire rövid, de nekem tetszik. Megnéztem a pletykafészek, Gossip Girl. Új Gossip Girl-nek az első hat részét, ami kint van. És? Benne van az egyik. Az első hat részét megnézted? Igen. Elhivatott voltál. Keveset aludtam. Nehéz az elhivatott szót választottam ez, volna ez erre. Ez az új Guilty Pleasure sorozatom. Annyira szexi emberek vannak benne, hogy ez nem igaz. Viszont... De a környezetedben nem jó. De az olyan jelenség van benne, amiről én órákig tudnék rage-elni, mégpedig, hogy 26 és 30 közöttiek játszanak 16 éveseket, és a tanárt játszó színésznő fiatalabb, mint a diákot játszó színésznő, és ez engem elképesztő módon felcsesz. Jó, de valakivel viszonya lesz, nem? Tehát, hogy ez ennek is kell. Erre három szót mondani. Három szót mondanék, ámbár, tanár, úr. Mint, hogy az, amikor öregek játszanak gimiseket. Igen, ez valahogy... Valahogy ez egy ilyen bevett dolog. Mert lehetséges, hogy valószínűleg nehéz is jó gyerekszínészt találni, illetve egy idő után így nem bocsájtod meg, nem? Mert most lejtetett a Stranger Things, meg van egy csomó olyan sorozat, amiben gyerekszínészek van. Ó, igen, lehet, hogy ez idősebb. Igen. Pont ez a középső, ez a 16-tól 18-ig, Igen, de mondjuk azt is belátom, hogy miért nem vehetnek fel 16 éves színészeket, hogyha azoknak filmen kell szexelniük. Szóval valahol ezt a részét is értem. Akkor nézzétek meg ezt a sorozatot, hogyha szeretnétek szép embereket nézegetni szép helyeket. Vagy elfogyott az összes jó sorozat. Igen. Ez a másik lehetőség. Vagy ez a guilty pleasure sorozat kategóriátok kész. Igen. Ez teljesen normális, mi elfogadunk mindenkit. Mert nekem is egyébként. Ezen kívül befejeztem a RuPaul's Drag Race-nek azt az évadát, aminél tartottam, ami a 8. Jézus. Úgyhogy sok guilty pleasure volt. Illetve láttam 3 filmet. Az egyik, az egy újranézés volt, a Ford v Ferrari, ami fel van HBO-gon, és én nagyon szeretem azt a filmet, Christian Bale és Matt Damon autóversenyzés, úgyhogy engem nem érdekelnek az autók, de azt szerintem egy zseniálisan jól sikerült nem film. Nem úgy Christian Bale. Nem, azt mondta, nagyon nem miatta nézi. Igen? Nem miatta néztem, ő kifejezetten nem szexi. Nem mondtam semmit. Megint, hogy de. És megnéztem még egy filmet, ami a Dűne volt. Órákig tudnék róla, nekem nagyon tetszett. Nem fog mindenkinek tetszeni, de nekem nagyon tetszett, és szerintem még túl közel van a premier ahhoz, hogy bármit mondjunk erről a filmről. Biztos, mert hogy mi se láttuk még. Jó. Miért nem láttuk? Emiatt nem láttuk. Jól van. Amen, nem tudtatok elmenni a hülye podcast miatt. Viszont ami fontos, hogy láttam, az az Old című film, ami M. Night... Shyamalan. Igen, neki az új horror filmje, ami ugye arról szól, hogy ott vannak egy ilyen tengerparton, és nem tudnak kimenni, és mindenki rapid módon elkezd öregedni. És ezt a filmet szinkronnal néztem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban egy csomó gondolatom lesz a mai részben. Ismerek olyat, akivel együtt néztem, és tetszett neki az a film. Én azt mondom, hogy nekem elég lett volna egy fél órás kis filmben, de hát ízlések és pofonok. Hát Shyamalan néha csinál olyan dolgokat, amik igazából bőven elégek lettek volna egy kis filmben. Igen, és mennyire jó lett volna, hogyha a végén a csavar, miután az megtörtént, és megértetted, hogy mi ez az egész, milyen jó lett volna, hogyha utána még 7,5 percen keresztül nem lapogatja a saját vállát az író azzal kapcsolatban, hogy ő mekkora csavart írt bele. Jó hangzik. Megköszönöm a kedvem. Dávid, te mit néztél a héten? Hát én nekem sokkal kevesebb időm van sajnos, nagyok a lemaradásaim, de sikerült a Fehér Lótuszból másfél részt megnézni, aztán néztem egy dán krimit, amiről azt olvastam, hogy nagyon jó és nagyon szar volt, legalábbis szerintem. A Chestnut Man? Nem, ez egy film, a Csapdában az a címe, Basta vagy valami ilyesmi, két zsarúról szól, tehát a téma az jó lehetett volna, de
de valahogy annyira hosszú lett és unalmas, hogy pedig nem tudom, mikor csalódtam utoljára dán filmben vagy sorozatban, de ez most volt, és aztán nem is tudom, hogy mi volt még. Igen. Viszont most csak visszatérnék egy pillanatra, a 20 évesek játszanak kiniket, hogy ez mindig tényleg így volt, és nekem ilyen szempontból ezért volt baromi katartikus annak idején a Skins, mert ott lehet, hogy azok is 20 évesek voltak, de azokra lehittem, hogy gimisek, és az annyira nem tudom, üdítő volt, meg minden. Ja, meg hát még régen, ugye a házi buli, azért a házi buliban is ott egyrészt a Sophie Marceau tényleg, nem tudom, 14 volt, meg a többiek, tehát ott ezek ilyen olyan üdítő kivételek voltak, mert tényleg van ez mindig, hogy ilyen sokkal idősebbek játszik, annyira az egész olyan illúzió romboló, nem mindegy. Úgyhogy én nem láttam olyan sok mindent. Na, mondjátok ti tovább. Mi Dávidunk? Én öt évadnyi Office-t tettem le az elmúlt héten az asztalra, és ezen kívül nem sok mindent. Az a helyzet, szeretem, hogy ez körülbelül időintervallumban majdnem ugyanaz, mint amiket én nem mondtam. De hogy néztem az Office-t. Ja, valójában ez történt. Öt teljes évadnyi Office-t néztem végig. Sajnos csak 8 van. Úgyhogy... Mint hogy 8 darab évad. 8 darab évad van, és az egyik az átlógott az előző hétbe, úgyhogy összesen a 6-nál tartok, a 6. felénél. És aludtál a héten? Aludtam, persze, de ja, tehát, hogy így megy néha csak a háttérben, de hogy nem kell nagyon nézni igazából, mert hallgatva is. Tehát, hogy az Office az olyan, ami szinte egy podcastként is megállja a helyét néha, annyira zseniális. Én nagyon nehezen viselem a cringe-et, ugye általánosságban. De valami miatt ez, ha hangosan nevetek. Néhány részt, igen, át kell néhány részt pörgetnem, ami már nagyon sok, és ilyen az apádra ütökös kellemetlen, mint ilyen, hogy hívják, mindig elfelejtem. Kit utálok nagyon? Ben Stiller, igen, na. De amúgy én azt hittem, hogy Steve Carellt is utálod. Nem utálom Steve Carellt. De eddig azt mondtad, tehát hogy eddig igen? Nem tudtál megnézni egy filmet, amiben benne van Steve Carell. Nem, a Bruce Almighty-t gyűlöltem nagyon. Na hát, pedig annyira jó a magyar szövege. A hány éves születés utáltad? Az borzalmas is, igen. 40? 40. Az borzalmas volt. Az a 40 éves szüzet utáltad? Na jó, majd akkor erről egyrészt zseniális a magyar szövege, úgyhogy. Másrészt szerintem az egy zseniális film, hogyha akarod, majd akkor erről beszélhetünk. És hadd kérdezzem meg, ha már zseniális a magyar szöveg, te fordítottad? Hát igen, azért arra szoktam ezt így szerényen arra szoktam ezt így mondani, igen. Igen. Szóval egy office-nyit tudtam belerakni a világba, de nem is fér bele más. És valószínűleg egészen addig nem csak is fogom eddig véget. Csak 5 és fél évadnyi sorozat fér bele az elmúlt hetedben. Aha, de csak 24 rész egy évad. Ja. Hát az angolt kell nézni, mert csak azt hiszem 6 rész egy évad az eredeti Office-ból. Igen, utána arra fogok rámenni. De hogy azt még nem láttad? Ne! Én azt hiszem, hogy amikor ment a tévében, én akkor azt láttam, mert kint, nem tudom, hogy Rirám volt-e, vagy csak ment a tévében, és akkor néztem, és azt iszonyatosan élveztem, de hogy így nem volt bennem soha az, hogy meg akkor abban még nem is volt nagyon a streaming, meg akkor már így elszoktam attól, hogy van valami a tévében, úgyhogy nekem le kell ülnöm a tévé elé és nézni, mert hogy akkor van. Úgyhogy azt nem láttam végig. Pedig Ricky Gervais az nekem... Hát, abszolút. Hibátlan. Minden, amihez nyúl, az aranyból lévő szarrá válik, egész pontosan. Ez a és hivatalos. Megnézted-e már az Afterlife-nak a második évadát? Az nap, amikor kijött. Ez már nagyon rég volt. Tényleg? Persze. Már rég volt? Aha, nagyon. Egyik héten beszéltünk róla. Igen? Oh. Afterlife-ot ismered? Igen. De nekem a második évad az nem volt annyira harapos, vagy már nagyon elment ilyen szentimentálisba. Ezzel együtt persze jó volt, de nem tudom, az elsőnél meg ott élt ez a koncepció, hogy ott mindent leszarik itt, meg a másodikban már nem annyira, de ezzel együtt azért jó volt. Ja, ha nem ismernétek, az Afterlife az Ricky Gervais
írta, rendezte és a főszereplője. Tehát, hogy egy ilyen jutalomjáték a bácsinak. És tényleg hibátlan. Hát mondjuk ez az Office-ra is igaz, kivéve, hogy a Steve Merchant-tel együtt írta, de végül is ott is ezeket is ő csinálta, szerintem mind, de igen. Igen, hibátlan. Na, híreink vannak-e, Viki? Mondtam, hogy nincs. A héten kerül a mozikba az Eternals, vagyis az örökkévalók, úgyhogy már néztem, hogy holnap. Az a baj, hogy feliratos vetítés csak nagyon későn van, és én korai délután szeretek moziba menni, 1-2 óra körül, nem pedig 9:30, szóval holnap még nem fogok elmenni rá, de moziba kerül. És ez jó lesz? Nem tudom, hogy jó lesz, de hát az egy Marvel film. Én olvastam egy-két kritikát. És? Kapott review bombot, de elvileg fölpontozták. Nem a review bomb, hanem tehát, hogy nagyon nem Marvel film. A Shang-Chi se volt az. De furcsa. Hogy valakinek nagyon tetszik, hogy ez egy új irány a Marvelben, valaki azt mondja, hogy felépítettek valamit tök jól, és aztán nem csináltak fel az ég egyet a világon semmit. Úgyhogy változóak, de alapvetően... Én nem várok tőle sokat, meg én amúgy sem. Én nem tudtam eldönteni egészen addig, amíg be nem ültem a Shang-Chi-re, hogy fog ez nekem még menni ez a Marvel vágány, vagy sem. És nagyon kellemesen meglepett a Shang-Chi. Nagyon-nagyon-nagyon kellemesen. Úgyhogy szerintem én most már sokkal nyitottabb elmével fogok beülni például erre is. El kéne mennünk moziba, mert nagyon le vagyunk maradva most. Nagyon le vagyunk maradva. Még ma elérhetjük a 9:30-es vetítést. De hogy egészen eddig nem volt semmi, és most ott van a listán a... Dűne? A Dűne, az utolsó párbaj, a Postmortem, és a Shang-Chi és az Eternals. A Shang-Chit szerintem már nem játszak. Akkor... Ha valamit megnéztek ezek közül a moziban, az a Dűne legyen. Az mozi. Mindegyik mozi. Bocsánatot kérek. Mi szeretnénk úgy csinálni, mint amíg nem podcastáltunk van is az asztal. Szóval ez jön ki, illetve kaptunk egy új, friss, ropogós, zseniális trélert az elmúlt napokban. Én nem nézek trélereket, de szerintem vagy a Witcherre gondolsz, vagy a Book of Boba Fettre. A Book of Boba Fett! Kijött a tréler. És hát most értitek, úgy néz ki, mint a Mandalorian. Nagyon szép, nagyon jó. Reméljük, hogy ezt fogja hozni. Nagyon izginek tűnik, hogy inkább ilyen kevésbé akció, és inkább ilyen belpolitikai jellegű lesz, úgyhogy nagyon, nagyon érdekesnek tűnik. Nyilván gyönyörű szép. Szóval, kevésbé és akció, december, és inkább belpolitika? Biztos, hogy ezt a szót akartad? Igen. Belpolitika? Igen. Meg fogom nézni, mert most már egy kicsit aggódom, hogy a Book of Boba Fett az valószínűleg a BTK. Arról fog szólni igazából, hogy ő most átvette Jabba-nak a helyét. Vágott, felült oda, és hogy ott akkor ő most mit fog csinálni, hogyan fog uralkodni, mi fog történni így. Star Wars Game of Thrones. Hát, a trailerből valami ilyesmi jött le. Jöjjön, nagyon én benne sokféle vagyok. Faj Game of Thrones. Egy asztalnál. Game of Thrones. És már veszi is le! Kezdek bemelegedni. Úgyhogy ez december 29-én fog érkezni, illetve szerintem a héten, ami ilyen tökre említésméltó HBO Go megjelenés, az a makulátlan elme... Komolyan lelőtted a legfontosabb hírt, hogy a világ legjobb filmje felkerült az HBO Go-ra végre? Hát vártam, néztem, nem mondtatok semmit, mondom... Amúgy egyébként... Az Empire Strikes Back nincs fenn az HBO Go-on most. Nem volt egyébként, de... Ez nem jelent, hogy a sóhaj ez benne volt. A sóhaj egész biztos. Felhangosítom neked, majd külön post-productionben a sóhajodat. Tehát a makulátlan elmerők ragyogása felkerült az HBO Go-ra. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk mindannyian. Nézzétek meg, ha még mindannyian, nem látom. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk. Nagyon boldogok Elnézést. Vagyunk. Kezdj el boldog lenni. Nagyon boldog vagyunk. Szóval, Dávid, hogy kerül valaki bele ebbe a szakmába? Mert én... Nem tudtam, hogy akkor találkoztam veled először, de most így kattintgatva az internetet számomra kiderült, hogy neked az egyik első szinkronod, amit valaha csináltál, az a kaszinó volt. Mint a Casino Royale?
Nem, a simanka, a Royal nélküli Scorsese is. Sajnálom, sajnálom. Casino Denny Royal, ha már. De... Oh. Úgyhogy igen. Hát szerencsés véletlenek sora. Nem tudtam, amikor még magyar-angol szakos egyetemista voltam, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de aztán egyszer csak megvilágosodtam, hogy filmeket szeretnék fordítani, és akkor ezt így mondtam otthon, hogy erre rájöttem, és akkor a legkisebb húgom, aki ilyen gimnazista volt, mondta, hogy hát neki az osztálytársa és jó barátnője a Juhájpi Dunafilm igazgatójának a lánya, és akkor majd ő szól az apukájának, meg minden. Én mondtam, hogy já, persze, hát ez nem így megy, hát ez nem, ne viccelj már. De végülis így ment, és akkor így behívott a Bálint Péter, aki a Juhájpi Dunafilmnek volt akkor a vezetője, hogy mit akarok, mondtam, hogy mit akarok, és hogy milyen jó lennék ebben. És akkor sajtókönyveket fordítottam egy évig, de akkor még egyetemista voltam, és akkor utána elkezdtem ilyen szlogenek, címek kitalálása, szóval ilyen kreatív munkákat, és aztán már filmet is fordíthattam egy kis idő múlva, és akkor valóban szinkronra ez a kaszinó volt, amit Lajos Géza írt feliratra moziba, és én az ő mozi felirata alapján írtam meg, ugye akkor még videóra a szinkront, és a mozifilm, amit először csináltam, az meg a Bilko Főtörzs című zseniális Steve Martin film volt. Sajnos ez ennek szinkronnal kellett volna menni moziba, de valamiért aztán megváltoztatták, és felirattal ment, ami hát egy ilyen típusú vígjátéknál kevésbé szerencsés. Na, ez volt a két első munkám, úgyhogy és hát azóta is ezt az utat járom. De autodidakta módon csináltad? Tehát, hogy nem vagy külön képzés kellett ehhez, vagy igazából ez olyan, hogy elkezded csinálod, jó vagy benne, és azért jönnek a megkeresések, hogy ki csinálja? Hát a Speyernek, de add ki, hülye. A technikai és a formális részét, hogy ezt hogy kell, azt a Tóth Tamástól kérdeztem meg, aki Tóth Tamás Boldizsár néven és a Harry Potter könyvek és filmek és számos film fordítójaként világhíres, és ő teljesen máshonnan ismertem, ami elég vicces volt, és akkor ő mondta meg, hogy ez formailag hogy néz ki, hát, és akkor így a Juhájpi Dunafilmnek lettem így a házi fordítója, és úgy is állapodtam meg velük, hogy másnak nem dolgozom, hát persze néha ilyen tévésorozatok, meg ilyen művészfilmeket, egy-kettőt csináltam máshova, de hát így most is ugye nekik dolgozom, úgyhogy ez ilyen szerencsésen alakult. Most már 20? Hát igen, 96. Az matek, az nem fog menni. Igen, a matek az nem, 26 körülbelül. 26 éve, ez hány filmet jelent? Hú, ezt nem tudom, mert amikor pár éve megszámoltam, akkor 400 körül volt, de azóta már nem számoltam. Hát most ugye a Covid alatt nem voltak mozik, úgyhogy most ez eléggé az éves átlag az lecsúszott, de hát igen, nem kevés film. Ez végtelen. Végtelen, végtelen. És akkor, hogyha jól ér, tehát, hogy akkor te írod a feliratot is, és a szinkront is? Hát ugye most már egy ideje nagyon kevés a feliratos film a mozikban, de régen még úgy volt, hogy igen, hogy feliratot is fordítok meg szinkront, és akkor nagyon sokszor, még főleg az elején, amikor még a Juhájpi Dunafilm még ugye videóforgalmazással foglalkozott, akkor a saját feliratomból megírtam a szinkront később videóra, illetve mostanában is van olyan, amikor egy filmből bekerül a mozikba felirat, például a Last Night in Soho is ilyen lesz, hogy lesz szinkronos meg feliratos kópés belül, és akkor azt mind a kettőt ugye én írtam meg. Úgyhogy igen, tudok mind a kettőt írni, és, de egy ideje már azt arra jöttek rá forgalmazok, vagy gondolom a statisztikák igazolták, hogy szinkronnal jobban elmennek moziba a filmek, úgyhogy gyakorlatilag legtöbb mindent a nagyobb forgalmazok szinkronnal mutatnak be, úgyhogy ilyen kevés a feliratos film. Kevés, sajnos.
Néhány könycsepet mi itt hárman szerintem emiatt elmorzsolunk. Igen, most. Ezt azért el kell mondani, hogy valószínűleg tudják a hallgatók, de hogy mi elsősorban eredeti nyelven szeretünk nézni dolgokat, és ez abszolút semmi, tehát hogy részemről ennek semmi köze ahhoz, hogy jó a szinkron, hanem én ismerem a színészek hangját, tudok angolul, és ezért jobban szeretem az eredeti hangjukat hallgatni, tehát hogy ez csak ennyiről szól, de hogy emellett meg baromi érdekes az, az egész. És nagyon sok kérdésem van, csak nem tudom, hogy hogy akarod felépíteni ezt a részt. Ja, sehogy. Nincsenek terveim. Ja, én azt mondom, hogy Dávid, a bármiről lehet beszélgetni, most a szinkronról fogunk. Igen. Az, hogy hogyan működik ez, meg az a kérdés, az alapvető kérdésem az, hogy miért ennyire, tehát hogy van ez a két pólus, van, aki nem is hajlandó máshogy filmet nézni, csak szinkronnal, és van, aki meg nem hajlandó, tehát hogy miért van szerinted ez a megosztottság? Bizonyos országokban, ilyen például Németország is, megszokta a közönség, hogy minden szinkronizálva van, ugye a tévében is, nálunk is, és például ugye a skandináv országokban meg gyakorlatilag szinte semmi nincs, ott angolul megy, tehát szerintem ez egy ilyen hagyományos dolog, most nyilvánvalóan egy skandináv nyelvű ember sokkal könnyebben fogja az angolt megérteni, mint egy magyar anyanyelvű, és nálunk egész egyszerűen megszokta ezt a közönség, nem szeretik olvasni, meg zavarja, tehát a közönség nagy része, bár ez szerintem most változik az újabb, meg internetes generációk, interneten fölnövő generációk, akik mindent angolul néznek a YouTube-on, tehát ez nyilvánvalóan változik, de hogy ez a hagyományos, és ez amit a nézők többsége szeret, tehát ez egy szimpla, tényleg hagyomány, és az is teljesen érthető, amit ti mondotok, és szerintem filmje vagy sorozata válogatja, de nyilván sokszor tűnik autentikusabbnak az eredet, így erre lehetne számos példát és néhány ellenpéldát fölhozni. Nálunk ez így alakult ki, és így van, de hát ugye a technika ezt, pláne most már a streaminggel, meg mindennel, ez megoldja, mert ki lehet választani a legtöbb mindennél, illetve amihez van szinkron, ahhoz tudsz választani szinkront, de nyilvánvalóan szinte mindegyikhez gondolom feliratot is, tehát így módon ez eldől. A mozinál, mint mondom, ez tényleg gazdasági kérdés, tehát egyszerűen ki lehetett mutatni, hogy ez egy fontos szempont a közönség nagy részének, hogy ne kelljen olvasni. Tehát az, hogy tehát én magam is ugye számtalan szó voltam, hogy ülök a nézőtéren, és az első feliratnál valaki felsajt, hogy ezt olvasni kell. Tehát ez egy létező igény a nézők részéről. Szerintem ez nem baj. Hogy mondjam, pontosan a technika miatt nem veszít egy film azzal, ha készül hozzá egy szinkron, hiszen bárhol elérhető eredeti formában a hozzáférési helyeken, viszont ha esetleg készül hozzá egy jó szinkron, akkor az adhat egy pluszt, vagy egy másik vetületet a dologhoz. Úgyhogy ez nálunk ez így alakult ki. Én azt gondolom, hogy ennek nagy része amúgy megszokás lehet. Nekem például a testvérem egy ideje kint él Észtországban, és akik ott élnek, nekik az a természetes, hogy minden angolul megy, és van rajta észt felirat, és nekik például tök fura, hogy mi így szinkronizálunk filmeket, és szerintem nálunk meg pont, hogy az van, mivel kiskorunktól fogva a tévében, a moziban, mindenhol szinte minden szinkronizálva van, ezért amikor először valaki feliratosat néz, akkor így feladatnak érzi, hogy jaj, most akkor ezt így olvasni kell? Most nem azt mondja, és szerintem ennek a nagy része egyébként megszokás. Szóval, hogyha mostantól nálunk is, nem tudom, csak feliratos filmek lennének, akkor 10 év múlva már senki nem lepődne meg, hanem az lenne a természetes, hogy jaj, igen, feliratos a film. Vagy menjünk át a lengyel módira. Akik... akik alámondják. Nekik, hát még ha alámondanák, de felé mondják effektíven. Egy tolmács, nem? Én Angliában éltem egy pár évet, és volt egy időszak, amikor lengyel lakótársaim voltak, akik a lengyel set-top box-szal esténként ültek, és nézték a tévét, meg a filmeket, de hogy tévéújsággal, meg mindennel be volt karikázva, hogy mikor megy az elektromodulátor dva. Úgyhogy ültünk előtte, és néha nyilván én is odaültem, és a lengyel tévében ez egy ilyen teljesen elfogadott dolog, hogy úgy szinkronizálnak, hogy nem szinkronizálnak, hanem le van halkítva az eredeti nyelv, és egy monoton férfi hang, újabb filmeknél már van férfi meg női, fölé mondja, hogy mi történik. Ja. És hát az lehet embert próbáló.
Igen, de nektek ez csak azért... Hogy én tökre megértem, hogy nálunk amúgy nagyon kényelmes, mert hogy jó a szinkron, tehát legalábbis, hogyha összehasonlítjuk, akkor hát élvonalon van a magyar szinkron, mondjuk úgy, mert tényleg a környező országokban, hogyha megnézzük, akkor elég kellemetlen tud lenni. Szóval el vagyunk kényeztetve, hogy jó szinkron, mindenre van szinkron, viszont engem nem is zavar, hogy van szinkron, engem az zavar, hogyha van valami, amit szeretnék megnézni, és nincsen eredeti nyelvem. Aha, hát igen. A választási lehetőség hiánya. És tudom már, mit akartál mondani, Dávid, de én is a Star Wars-t én is alámondással láttam először. Igen, igen, ez a segítség, levágták a fejemet, meg nem tudom, igen. Tehát ez a VHS hőskorban a német szinkronos amerikai horrorra rámondott magyar házilag barkácsolt hangsáv, szóval igen, az annak meg volt a maga bája, igen. Ja. Hát de olyan, amit mondasz, hogy nem nagyon lehet, csak szinkront lehet választani, az azért, én nem tudom, mert de hogy az már ritka, nem? Tehát, hát hogy, a moziba. Igen. Nem zavar, hogyha este 9-kor van az első feliratos vetítés, vagy ne adj Isten, délután 4-kor van a legkésőbbi. Tehát, nem egyszerű moziba menni, hogyha az ember feliratost akar nézni. Hát igen, de ez gazdasági kérdés, hogyha a feliratos kópiáknál, amikor van kiderülni, hogy az teltházra megy a feliratos kópia 3 évig, akkor hidd el, hogy sokkal több filmből lenne, de hát nem ezt mutatja, hogy akkor. És akkor nem úgy van a világ, hogy én szeretném. Én akár ezt elmegyünk moziba. Hát, holnaptól lesz. Nekem ez mindig eszembe jut, amikor elmegyünk moziba, és eredeti nyelvű filmeket szoktunk nézni, és tele van a terem. És nem az első nap, és nem olyan időpontban, amikor amúgy is... Tehát, hogy én azt tapasztalom én személy szerint, hogy de hát itt egy csomó ember, aki nézi ezt az eredeti nyelvű filmet, akkor miért nincs több? De nyilván elhiszem, tehát te sokkal jobban fogod tudni, hogy még mindig inkább a szinkronosra ülnek be, és azért nem éri meg két kópiát megvenni, és az emberek nagy része egyébként, tehát, hogy tényleg igény. Én mondjuk most, hogy megnéztem kifejezetten az Eternals-t, hogy hogyan játsszák, minden egyes eredeti nyelvű vetítésre ugyanazon a napon jut 5 másik szinkronos. És hogyha mind tele van, akkor amúgy értem, hogy nem csinálnak több feliratos, mert jó, szerintem kevesebb az olyan... Te is azt mondtad az előbb, bocsánat, hogy nem zavar, ha több a szinkronos, csak legyen eredeti nyelvű opció is, nem? Igen, viszont statisztikailag megértem, hogy több olyan van, aki jaj, hogyha nincs szinkronos, akkor megnézem felirattal, mint olyan, aki csak felirattal nézi meg, és ezért jobban megéri szinkronosat csinálni, mert amúgy is több ember keresi a szinkronost. Ja. Szóval megértem, csak nem az én kényem kedvemre van ez, és néha zavar, hogy néha kényelmetlenséget okoz. Engem az jutott eszembe, hogy mivel nem tudom, hogy az mennyire fontos embereknek, nekem fontos, tehát én azért szeretem eredeti nyelven nézni, mert ismerem a színészek eredeti hangját, saját hangját, és hogy sokszor ugye váltogatják azt is, hogy tehát hogy általában egy konkrét színészhez egy szinkron hang társul, de hogy amikor ezt így módosítják, akkor ha én szinkronosan nézném a filmeket, az nagyon összezavarna, hogy várjál, az előbb még nem ilyen hangod volt. Egyrészt igazad van, másrészt viszont nem, mert például azt szerintem nagyon jó, amikor van valakinek megszokott hangja, viszont a szinkronrendező felismeri azt, hogy ez egy teljesen más karakter, egy más típusú film, és megpróbál rá egy másik hangot. Most mondjuk Robert De Niro jut hirtelen eszembe, akit talán Levicki Gáborra hallottunk a legtöbbször, de hogyha megnézitek a Dühöngő Bikát, ahol a Tord Géza a magyar hangját, egyszerűen zseniális. Tehát, hogy jó, mondjuk Robert De Niro elképesztően sokoldalú színész, de vele nagyon jól működik az, hogy bizonyos filmekben más a hangja, és lehet, hogy az első pár mondatnál szokatlan, de szerintem ez persze van olyan, hogy kényszerhelyzet van, mert az adott színész nem ér rá, vagy ilyesmi, de hogy azt szerintem egy érdekes dolog, amikor egy szinkronrendező azt mondja, hogy most ez nem az a karakter, és más. Egyébként pont a 40 éves Szűz, bár akkor Steve Carellnek ez az első mozifilme volt, és nem volt kialakult hangja, de 40 éves Szűzben Máté Gábor a Steve Carell magyar hangja, és zseniális, és azért zseniális, mert az egy tragikus figura egy vígjáték közepén, és elképesztően drámai történet, azzal együtt, hogy persze baromi komikus, és olyan
iszonyatosan jó szerintem, ahogy ezt tehát a Máté Gábor szerintem még a Steve Carell alkítására is rátett pár lépcsőfokkal ezzel a szinkronnal. Uh-huh. És nem jött, tehát Steve Carellről nem jutna eszedbe, hogy Máté Gábor legyen a magyar hangja, ugyebár, és zseniálisan működik. Szóval, hogy vannak ilyen ellenpéldák. De egyébként meg aztán persze nyilván, hogyha a Kern Andrásnak nem, vagy a Kern, tehát a Woody Allennek nem a Kern András a magyar hangja, akkor rögtön kikapcsolom, nyilvánvaló. Tehát, hogy abszolút értem, amit mondok. De szerintem ugyanúgy, hogy aki szinkronnal néz, annak az alakult ki a fejébe, aki meg eredeti nyelven, akkor ő meg azt a hangot csatolta hozzá. Általában azért figyelnek arra, hogy ugyanaznak, a színésznek ugyanaz legyen a szinkron hangja, de hogy nyilván találkoztunk már olyannal, hogy valami miatt nem úgy lett, és azt a szinkron néző emberek is megszenvedik. De biztos, hogy hozzá, tehát, hogy én inkább ez egy ilyen tűnődés volt részemben, mert biztos, hogy hozzá lehet szokni, de hogy például Robin Williamsnek ki szokott lenni a magyar hangja? Mert én az ő hangját nagyon hozzátársítom. Tehát olyan, nyilván annyi filmet láttam tőle gyerekként, szinkronosan, hogy a szinkron hangját ugyanannyira hozzátársítom, mint a saját hangját. Én most néztem meg az Aladdint például, és úgy, hogy még ott nincs is ott egyébként Robin Williams, hanem csak egy eredeti nyelven kék izé. A szinkronosan és eredeti nyelven, Mikó István nagyon király vagy. Uh-huh. Hát az annyival, de annyival jobb magyarul. Uh-huh. És nekem ahhoz képest... Az Aladdinba. Az Aladdin. A Genie? Genie. Olyan. Ez szerintem, Robin Williams. Tudom, de hogy szerintem mindkettő zseniális. Arra kifejezetten azt tudom mondani, hogy szerintem az eredeti és a magyar is rendkívül jól sikerült. Hát nyilván, de nagyon-nagyon-nagyon jó a magyar, és a zenék sokkal jobbak magyarul. Sokkal, de sokkal jobbak. Jut eszembe zene! Én nem tudom, hogy valaha meg tudom-e neked bocsájtani, hogy riszálom így is, úgy is. Szerintem ez az, amit lehet, hogy soha nem fogok tudni neked megbocsájtani. Hát, sajnálom. Ezt magyaráznak kérlek. Ma sem csinálnám másképp. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ez egy olyan szerencsés... Jó, az nagyon jó. Helyzetben született, mert amikor a Madagaszkár, ugye ez DreamWorks Animation, és nem sokkal azután elkezdődött az, hogy elkezdték ellenőrizni nem csak a magyar, hanem a fordításokat, vissza kellett fordítani dialógusokat, poénokat, angolra, stb. Szóval egy ilyen iszonyatos tortúra, ami most már kicsit lecsillapodott, de azért még mindig tart. Szóval, hogy a második résznél már nem is engedték meg a harmadiknál, hogy benne legyen ez a dal, vagy le legyen egyáltalán fordítva, de ott erre nem figyeltek, vagy nem, és én azt tulajdonképpen kedvterésből csináltam meg, és nem is voltam biztos benne, hogy föl lesz énekel, vagy nem tudom, tehát hogy, de szerencsére ez így megtörtént, és szerintem az nagyon jó. Tehát, hogy hallgatom a te verziódat az I Like to Move It, Move It-ra. Pont ezt akartam mondani. És nem az én verzióm, nem az én verzióm, hanem, hogy azóta emlékszem rá, és az unokaöcseim akkoriban voltak, riszálom így is, úgy is időszakuk van egyébként. Úgyhogy nagyon kicsik voltak. Nagyon kicsik voltak. Volt. Hát még nem volt annyira régen. De. Volt valaki a környezetünkben, aki... Hát még majdnem mi is gyerekek voltunk. Júlia. Igen? Nagyon idős vagyok. Beírtam a Madagaszkár, és nem az jött ki, amire ezt mire számítottál? És arra gondoltál, hogy nem mindenki premierkor nézi? Na szóval, hogy miért nem tudod megbocsántani? Mert ezt énekelték az unokaöcsik? Igen, valaki. 15 éves voltam. 15 éves voltam? Ja, 14-es, akkor 25 éves voltam, akkor ez a riszálom úgyis vissza a jövőbe kiadás. miért történik ez, Júlia? Nem tudom. Szóval az, ami a... Ami így velem maradt elég sokáig, végtelen mennyiséget hallottam, ha akartam, ha nem, mindenhol támadott, egyfajta ilyen rickrolling volt már, mindenhol, zseniális, ezt nem fogom elvitatni, ritmusra fordítani valamit. Én fordítottam egy-két könyvet, meg belefordítottam egy-két videójátékba, de hát...
az a közelében nincs ennek, hogy valamit ritmusra le tudjál fordítani, mert azt még valahol el tudom képzelni, hogy jól van, akkor megpróbálod szájra igazítani, de hogy tényleg ritmusra. De amúgy ilyen szempontból melyik a nagyobb kihívás? Tehát, hogy animációs filmben ugye legalább a szájhoz nem annyira kell igazodni, viszont vannak benne ilyen más dolgok. Hát az a baj, hogy de néha nagyon kell, mert ugye úgy csinálják, hogy fölveszik a szöveget a színészek, és aztán újrajzolják meg a karakteret. Tehát konkrétan a legtöbben, meg ugye ezeknél a számítógépes animációknál, ugye, hogy minél szebb legyen, hozzátartozik az, hogy tényleg megrajzolják a szájmozgást. Nyilván nem mindig megvan, amikor elnagyoltabb, meg az animáció stílusától is függ. Szóval ebben a szempontból nem könnyebb feltétlenül, de nekem ugye szerencsém volt ezzel a DreamWorks Animation, és nagyon sok ilyen mesefilmet fordíthattam, vagyis hát én animációs filmet, és ezt mindig nagyon szeretem, mert ilyenkor egy kicsit még jobban be lehet dobni a lovak közé a gyeplőt, és akkor ez egy jó, ez egy hálás feladat. Nekem van egy nagy szívfájdalom, amit be kell vallanom, és... No. Szóval... nekem a Frozen az egyik nagy szívfájdalom, és nem tudom, hogy okolhatlak-e téged érte. Nem, az Disney, másik cég, semmi Disney-t nem csináltam. Mert hogy az volt szerintem az egyik első Disney, amit eredeti nyelven láttam, és ugye ott a fő dalnak a fő szövege, az a Let It Go. Én nem tudom, hogy ez melyik, te tudod? Ne viccelj már, a legyen hó! Let it go! Azt akartam! Csak ennyit akartam, hogy ének ügyes, legyen. Ügyes. Semmi más, köszönöm szépen. És az volt nekem egy olyan, amit felnőtt fejjel, amikor meghallgattam a magyart, hogy legyen hó, akkor azt gondoltam, hogy értem, hogy nem lehetett jobbat. Nem ugyanaz, és értem, így részletesen belegondolva, értem, hogy a fordító miért azt választotta, és hogy akármennyire is lefordította, próbálta visszaadni, amit az eredeti dal sugall, de nekem hiányérzetem volt utána, és nagyon sajnáltam, mert szerintem az a fő üzenete a filmnek, és ahhoz, hogy a magyarból átjöjjön a fő üzenete, ahhoz bele kell gondolnod, míg angolul pedig azonnal az. Szóval nekem az egy nagy szívfájdalmam, és aztán visszagondoltam, hogy egyébként én is az összes Disney mesét mindet magyarul énekeltem, és hogy vajon mik azok az ilyen apróságok, amikről nem is apróságok, és talán meg is változtatnak egy egész üzenetet akár. Hát ilyen biztos van, de én például magyarul láttam először a Jégvarást, és imádtam ezt az adat, és amikor hallottam, hogy let it go, miért nem let it snow? Tehát, hogy nekem meg az volt én meg azt vártam, mert nekem ez annyira pont kiadta, és na mindegy, értem egyébként, amit mondasz, de hát dalszöveg, és ráadásul amikor egy ilyen sort elénekelnek 40-szer, és ráadásul ugye három szótag, hosszú izé, hát tehát ez egyszerűen mondom, ez lehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy a maximumot kihozták belőle. Nekem a legyen hó helyett, itt a hó, és akkor az még úgy jobban ki is jön. Nem. Az a még jobban elveszed. Igen? Az a még jobban elveszed. Itt a hó. Dehogy nem. Még az is kijön belőle, hogy tahó. És milyen animációs film, amit még úgy szerettél csinálni? Hát a Shrek-eket is szerettem, aztán ezeket a DreamWorks-öket általában bírtam meg a Coraline, ami ugye másik típusú, de hát az nagyon nagy kedvencem. Nagyon szeretem. Úgyhogy, nem tudom, sok volt. Sok volt, és sok jó. A Kung Fu Panda 1-3, 2-t azt nem én csináltam, vagy hogy volt, a 2-t csináltam, és a 3-at. Volt egy, nem tudom, egy év, vagy ilyesmi, amikor átkerült az Intercomhoz a DreamWorks, és ezt visszakerült, és akkor az előbb már említett Tóth Tamással volt ilyen pingpong, hogy a Kung Fu Panda 1-2-t én csináltam, de a 3-at nem, akkor az Így neveld a sárkányodat 1-3-at én csináltam, de a 2-t ő, szóval ilyen, most a Krúdék 1-et ő csinálta, de a 2-t én, szóval ilyen viccesen alakultak ilyen franchise-ok, hogy ide-oda pattogott kettőnk között a fordítás. Hagyhatnátok egymásnak ilyen elrejtett üzeneteket. Igen. Honnan tudod, hogy nem hagytunk, bocsánat? Kérlek, mondd, hogy hagytatok. Hát természetesen hagytunk, nem mondhatok bármit, úgysem tudod. Most
tudod, az lesz, hogy ki lesz nyomtatva pár színiseti a legyen, és ezékkal kötöm össze majd őket. És ez lesz a szoba. Jaj, én nagyon szeretem az összes point and click kalandjátékot, úgyhogy az összes ilyen hülye fejtörőt is. Ez most Bocsánat, mielőtt tovább megyünk, megtennéd, hogy egy kicsit rendet raksz a fejeinkben az a kapcsolatban, hogy működik egy szinkron. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki rányomja a render gombra az Entert, ez furcsa, tehát hogy valaki kirendereli Amerikában, itt van a kész film, jó, kezdjük el forgalmazni mindenhol, innentől kezdve hogyan jut el hozzád? Hát ez, hogy itt van a kész film, az egy nagyon szerencsés eset mostanában. Tehát amióta az a helyzet, hogy amióta digitálisan megy a film, és nem kész kópiáról, azóta ezt annyira megszerették, vagy annyira elkényelmesedtek a kinti gyártók, mert ugye az utolsó pillanatig gyakorlatilag lehet módosítani, és vannak alkotók, vagy bizonyos filmeknél ez előfordul, hogy ezt erőszeretettel meg is teszik. Ennek a legbrutálisabb példája az a nem tudom hányadik Transformers volt a legutolsó, az a lovag, vagy mi a isten, ott az volt, hogy amikor már ment a moziban a film, akkor a Michael Bay még küldött ilyen változtatásokat, és akkor még a DVD-re, vagy nem tudom, Blu-ray-re azokat még meg kell csinálni, tehát tulajdonképpen a Blu-ray szinkron nem teljesen azos, na most itt olyan hatalmas eltéréseket kell elképzelni, hogy mondjuk a kihagynak három nyögést, vagy négy segítség hátul bejön, tehát hogy ilyen tényleg pitiáner dolgok változnak meg, és akkor amiatt ki kell hívni a szinkron színészt egy mondatért, stb. Szóval, és ez egy Transformers filmben különösen fontos, hogy ezek a dolgok. Igen, egy Transformers filmben különösen fontos, és ugye milyen 3 órás a film, tehát pöti munka amúgy is van vele, még ez pluszba, tehát vannak ilyen rémálom szintű dolgok, de szerencsés esetben a kész film megérkezik, igen, és akkor megtekintem a filmet, és kapok hozzá egy úgynevezett listát, dialógus listát, ami ugye a le van írva ugye a szereplők neve, ki mit beszél, ilyen egyéb instrukciók képen kívül, mondateleje képen kívül, stb. Timecode-ok, tehát hogy mikor történik a sztori. És akkor, hát régen még ugye VHS-en kaptam, és akkor a videót kellett nyomogatni, most pedig sokkal szerencsésebben digitális úton ugye megkapom a filmet, és hát akkor tulajdonképpen fordítom a szöveget, és rá kell fennhangon, tehát mindent rá kell mondanom, hogy lássam, hogy stimmel-e a hossz, mert ha csak magamban olvasom, vagy motyogom, akkor nem fogom tudni, hogy rövid vagy hosszú. Abban a habitusban, abban a tempóban, ahogy az adott karakter beszél, azt lehetőleg legjobban megközelítve, rá kell mondani, és akkor akár 10-szer, 20-szor, tehát egy ilyen repetitív sztori. Wow. És akkor úgy csinálja az ember. Egyébként ez olyan szempontból jó, hogy ez a beleélést nagyban segíti, tehát tulajdonképpen végig kell játszani az összes karakter nevében a filmet, miközben ugye fordítom. És akkor ez így működik. Akkor ez nem olyan, hogy leülsz 20 percre, mert van 20 percen fordítani, hanem... Igen, hát az kevésbé szerencsés. Tehát mennyivel előbb kapod meg, és körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Hát ez változó, de mondjuk azt, hogy... hónapokkal, de mondjuk például a Top Gun Mavericknek már elkészült a szinkronja augusztusban, és aztán jövő valamikor lesz bemutatva, de hát ugye itt a járvány miatt csúsztak el kicsit ilyen bemutatók, de hogy ilyen, nem tudom, ilyen 1-2 hónap, és mennyi idő alatt készül el? Hát ugye ez filmje válogatja, én nem vagyok nagyon gyors, tehát is szeretek így el molyolgatni, tehát én szeretem, hogyha legalább egy hét van egy átlagos hosszúság és egy átlagos beszédmennyiségű filmre, de ugye más a számkivetett, amikor a Wilsonnal beszélget a Tom Hanks, meg más mondjuk egy tárgyalótermi dráma, vagy egy olyan vígjáték, ahol hatan egyszerre beszélve dumálnak, szóval hogy filmje válogatja, hogy mi a mennyiség, aztán hogyha még pár dalbetétel is meg van tűzdelve, akkor ugye az is számít az időben, de Ha van rá 10 nap, az már nagyon-nagyon jó, azt már nagyon szerettem, de van ugye, hogy nincs, de egy hét,
egy hét alatt nem nagyon tudok, én biztos tudnék, meg régen, még hát a Csibefutam szinkronját, azt másfél nap alatt írtam meg, mert ott valamiért már be volt szervezve, hogy kezdődik a szinkron, valami el lett tájolva, és akkor gyorsan kellett cselekedni, de például a Kaszinó szinkronjára szerencsére volt egy hónapom, és az kellett is hozzá, tehát 3 órás film, bocsánat, csak közben itt ilyen muslince. Szóval, hogy igen, 3 órás... óra végtelen szöveggel. Igen, 3 óra és 3 narrátor és 100 szereplő, igen. Szóval, hogy ez így különböző a mennyiség, vagyis hát a szövegmennyiségtől függ a dolog, meg a szöveg nehézségétől is nyilván. Úgyhogy nagyjából így. Nagyon bonyolultnak hangzik ez, mert ugye nem csak azon múlik egy szinkron sikere, hogy milyen maga a fordítás, hanem hogy milyenek a szinkron színészek, mennyire tudják átadni azt a karaktert. Neked egyébként van kapcsolatod a szinkron színészekkel útközben? Nincsen, és nem, tehát néha megkérdezik a véleményemet, hogy kinek mi legyen a hangja, de hát nem is tudom, tehát nem is értek hozzá, azt mondja valaki, hogy Szatori Dávid, akkor én nem tudom, hogy ő kinek volt a hangja, tehát hogy ez nem is az én dolgom, úgyhogy és hát nagyon az a nagyon nagy szerencsém, hogy remek szinkronrendezők csinálták az általam írt szinkronokat, és hát persze, abszolút ez a szöveg az egy kezdeti lépés, és oda még kell a csodálatos stáb, a színészek, a hangmérnök, vágó, szinkronrendező, tehát a trópusi vihar sem lehetne olyan, hogyha a Bátor Jossi nem azokat a színészeket és úgy instruálja, tehát hogy egyébként most itt az előbb mondtátok a Marvel filmet, hogy a Marvel filmeknek szerintem nagyon-nagyon jók a magyar szinkronjai, és én is szeretek eredetiben nézni, de egyszerűen szerintem nagyon jó. Most az első néhány Marvel filmet én fordítottam, jó, mindegy. De utána már nem, és nagyon jók, és nagyon jók a szinkronok, tehát én igazából, ha csak egyet választhatnék, hogy eredetibe vagy magyarul nézem, én biztos, hogy magyarul akarnám nézni. Tehát hogy a hangja, hogy a Polrád ne a Széles Tamás hangján szólaljon meg nekem, hát én azt nem bírnám ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jók szerintem, és én ezeket, ha tehetem, akkor szinkronnal nézem meg moziba, mert nagy élmény. Azt egyébként aláírom, hogy Porrádnak elég blend a hangja, tehát hogy ott nincs akkora különbség. Itt valaki azt mondja, hogy kérj bocsánatot az Imbrüzsért, de szerintem az Imbrüzs nem te voltál. Jaj, de kár, hogy nem látjátok az arcát. Forgatom a szemet, tehát hogy itt van egy óriási félreértés. Egyébként, ha az Imbrüzsnek én adtam volna a címét, akkor sem kérnék bocsánatot, hanem elmondanám, hogy miért adtam, de nem én adtam, semmi közöm. Mindösszesen egy olyan félreértés volt, hogy számtalanszor megkerestek engem, és emiatt számos ember fejében azért, hogy a összes magyar filmcímet én adtam. Igen. Nem. Száradnak a lelkemen kemény címek, tehát hogy nem, ezt nem vitatom, de én mindösszesen annyit mondtam az Imbrüzssel kapcsolatban, hogy megértem azt, hogy a forgalmazó nem Brüssben címmel akarta bemutatni ezt a filmet. És ugye ne felejtsük el, és ráadásul most nem tudom pontosan, de én úgy emlékszem, ez egy kisebb forgalmazó volt. És ugye a filmet nagyjából a bemutató hétvégéjén kell adni, illetve akkor kéne, hogy egy nagy pénzt hozzon ahhoz, hogy ez megtérüljön, nyilván utána még fönnmarad, de valahogy el kell adni, és föl kell tenni a figyelmet. Na most aki ismeri a Colin Farrellt, meg aki tudja, hogy nagyjából miről szól, azt nem kell meggyőzni, meg eltátorítani sem lehet, de rengeteg ember, aki nem tudja, oda megy, lát egy plakátot, és valami benyomást kell adni. Most egy erőszakik az valóban a film ismeretében pláne hát elég bornírt, de és akkor itt szoktam mondani, hogy jó, de akkor mondjál jobban, tehát mondd meg, hogy te milyen címen, 15 millió forintot benne van, indul holnap után a film, mi legyen a címe? Imbrüzs, eddig az a javaslat érkezett, hogy erőszakik, esetleg még egy-kettő a bolygó nevén biztos találnánk párat. A valami tehát, Brüzslik nekem. Így van, na valami Brüzslik, nem tudom, Belgium,
Tehát, hogy akkor te mire? És azért szerintem, aki komolyan válaszol erre, az igencsak, hogy elmenne egy biztonságos erőszakik irányba, ami egy vicces krimi vígjátékot ígér, ami a film nem, bár vicces, de nem olyan értelemben, mint az erőszakik cím nem vicces. Na mindegy, szóval, hogy... Hát ilyen Guy Ritchie vicces. Vagy David Fincher. Igen. Na, de hogy én csak annyit mondtam, hogy én megértem a törekvést arra, hogy nem Bruce-ben címmel mutatták be ezt a filmet. Ez aztán több embernek úgy csapódott le, például a kérdezőnek is, hogy én adtam ezt a címet. Nem én adtam, de adtam sok mindent, amit ért bocsánatra lehetnék kötelezve, a spancserektől kezdve a spinédzsereken át, a nem tudom micsoda. Én akkor pont annyi idős voltam, hogy azt mondtam, a spinédzserek az a Clueless, igen. Az teljesen hibátlan, a spancserek meg a... Az I Love You Man. I Love You Man, igen. A Jason Segel, meg a nem tudom ki volt benne, lehet, hogy a porrád, nem. Igen. Na mindegy. De az ugye arról szólt, hogy ők spanok akarnak lenni, de ebben bénák, vagyis spancserek. Az, hogy szeretlek haver, az hát nem tudom. Tehát, hogy ebben legalább mutatva van, hogy ez egy félig meddig, vagy egészen idétlen, vagy idióta vígjáték. Ez a címe elárulja. Tehát, aki ilyet akar, és sokan akarnak ilyet. Szerintem ez a titok, hogy nem csak a konkrétan fordított címek a jók, hanem, tehát, hogy most az én legjobb példám erre az a Gilmore Girls, aminek a Szívek szállodája címet adta valaki, ami úgy hangzik, mint egy német kórházas sorozat, vagy nem tudom, egy borzalmas szappanopera, miközben ez egy vígjáték sorozat, ami nagyon intelligens adásul, tehát, hogy az ilyeneknél az az érzésem, hogy aki a címét adta, az nem nézett bele ebbe a sorozatba. De hogy amiket most te hoztál példának, azok meg vannak alapozva, hogy miért ez a címe, és tökéletesen így passzol is, tehát, hogy hát nagyon igaz, amit mondasz, mert itt nem fordításról van szó, hanem ez már a reklámkampánynak a része. Másrészt meg nem nézett bele a filmbe, hát hosszan tudnék mesélni arról, hogy 2-3 hónappal a film előtt, vagy még több úgy kell címet adni, hogy nem az, hogy nem néztünk bele a filmbe, de nem néztünk bele a trailerbe, és a tartalom az egy mondatban van elmondva, és van egy angol címünk. Tehát, hogy nem egyszerű ilyenkor nagyon kreatívnak lenni. Igen, az egy híres. Ez egy ilyen híres, hát félrefordítás, jött egy Cell című film, ami hát valószínűleg ott állt letoltgatjával a fordító, hogy hát ez azért jelenthet egy-két dolgot angolul, és ő pedig azt mondta, hogy akkor biztos valami biológiai dolog lesz, úgyhogy jó lesz a sejt. Nem, mellé. Nem lett jó, igen. Nem lett jó, de... De van olyan, amikor ennyi infót kap az ember? Tehát nem tudja azt, hogy miről szól a film, meg hogy... Én itt a Cell esetében olyasmire gyanakszom, hogy van olyan, hogy egy fesztiválon, vagy valahol bemutatnak egy filmet, a címén kívül többet nem lehet róla tudni, de már valami mondjuk egy cikkbe már lehozzák, még akár az is lehet, hogy egy újságíró lefordítja és beírja, és mivel már erről így jelent meg dolog, ezért a forgalmazó nem akarja megváltoztatni, mert azt gondolja, hogy ez így már reklám, vagy nem tudom. Tehát lehet egy ilyen, nem biztos, hogy fogalma sincs, de itt ez egy olyan nyilvánvaló mellényülés, hogy biztos, hogy arról kellett, hogy szó legyen, le kellett adni valamihez a címet, úgyhogy nem tudtak róla nyilván semmit, tehát még annyit sem tudtak, hogy ez itt nem egy, és akkor hát földobtak egy pénzt, vagy nem tudom, és akkor mert hogyha meg cellának fordítják, és közben egy sejtbiológiai thriller, akkor meg megint szopó, tehát hogy ja. Én arról hallottam, hogy kifejezetten most, amikor a Marvel Endgame, a végjáték kijött, akkor amiközben a filmet fordították, természetesen az már olyan high profile volt, hogy nem kapták meg a filmet így előre, hanem nyilván részletekbe, és hogy egy csomó minden ki volt takarva. És az egyik dolog, ami ki volt takarva, az Thornak a testalkata, és hogy gyakorlatilag megvolt az angol szöveg, és oda volt, mert ki volt takarva a karakter, és oda volt csillagoskázva, hogy hát valami testalkatra utaló poén kéne ide.
De úgy, hogy igazából a fordító nem látta, hogy mi történik, nem tudta, hogy mi történik, és hogy így azért borzalmasan nehéz lehet dolgozni. Szóval ilyen körülmények között én aztán senkit nem tudok hibáztatni, hogyha mellé nyúl. Yeah. Hát a videójátékokat fordítanak így, hogy egy Excel doksit kapsz, és az Excel egyik felében ott van angolul, és esetleg van hozzá egy kis magyarázat, hogy mi történik éppen. Hát az első ilyen filmem, az a Peter Jackson féle King Kong volt, 3 órás film, és csak a beszélő fejek látszottak, bármennyire távol is voltak, vagy közel, és minden ki volt takarva, és akkor ugye, amikor a King Kong verekszik a gyíkkal, akkor 25 percen keresztül egy fekete üzé van, és akkor le volt írva így, hogy most nagyjából mi történik, és ez volt. És aztán valamelyik Transformers is, azt hiszem a 2-es talán az volt, és aztán szerencsére elmúlt ez az őrület, de volt egy-két évig, amikor tényleg ez volt, amit mondasz, hogy egyszerűen csak a beszélő fejek látszanak, és le van írva, hogy mi történik, és ugye itt a tornán még az ugye plusz poén lehetett, hogy nyilván nem akarták, hogy ez kiderüljön, ez a poén, és ugye elszpoilereződjön, és nem bíztak a fordítóban, vagy nem tudom. Akkor azután jött ez az őrület, hogy ugye kikerültek ilyen, nem tudom, X-Men hanyadik része a stúdióból, még félkész állapotban fölkerült az internetre. Igen. És ekkor volt az, hogy nekem is ki kellett utazni Los Angelesbe, és a világok harca, tehát kivitték a fordítókat Los Angelesbe, ott egy stúdió területén, egy zárt szobában, egy ottani gépen, amit nem vihettél el, vagy ilyesmi, ott kellett lefordítani, és még ott is az első verzió olyan volt, hogy ki volt akarva minden, csak a beszélő fejek látszottak, tehát elég ilyen maximum security fordítás, mondjuk akkor így legyen kreatív az ember, meg így élje bele magát a sztoriba. Tehát más billentyűzetén. Hogy? Úgyhogy szerencsére ez lekopogom, de ez úgy tűnik, hogy aztán elmúlt, és akkor megelégettek a fekete-fehér vízjel keresztbe kasú beleírva Szászorics Peyer Dávid, tehát hogyha fölteszed a netre, akkor rögtön tudjon kopogtatni az FBI, de hogy szóval tényleg ez borzasztó volt, amikor ez volt, mert tényleg nem lehetett látni semmit, úgyhogy de ez elmúlt, reméljük. Azt jól sejtem, hogy az ilyen szóviccek és hasonló poénok a legfájdalmasabb része tud lenni egy ilyen jellegű fordításnak? Legörömtelibb része, ami szerény személyemet illeti. De azért, mert hogy nagyon nehéz, tehát értem. Az egyetlen izgalmas. Ja, értem. Nem hiszem, hogy az egyetlen izgalmas, de hogy így vannak ilyen lehetetlen küldetések, nem? Vagy neked nincsenek? Igen, nem, hát ez tényleg ott van a feladat, hogy megtalálni a legkisebb közös többszöröst, ahol azt a két dolgot valahogy össze lehet hozni, és akkor ugye itt mindig azért az a jó eset, hogyha a poénnak valamelyik része nincsen a képen ábrázolva, és legalább úgy el tudsz szakadni, és a Liar, Hantaboy, én adtam cím. Imádom, igen. Na és abban volt ez például, hogy ugye megkérdezik a kissrácot, hogy apukád mi, és akkor mondja, hogy Liar, you mean lawyer. És akkor ugye, és akkor az volt a szerencse, hogy aztán nem derült ki, hogy ott az osztályban megtudták-e ténylegesen, hogy mi a foglalkozás a Jim Carrey, és akkor azzal, hogy hantás-hentes, át lehetett ezt mondjuk így hidalni. De ez pontosan, ez igen, ez így van, hogyha van egy olyan ilyen szóvic, ami ábrázol van képileg, vagy ilyesmi, akkor az elég nehéz összehozni. De ez igen, ettől érdekes néha. Akkor te ezt élvezed, jó. Többnyire. Hogy nem? A nézők nagy része nem annyira. Igen. Beszéljünk egy kicsit, szerintem nem tudom, hogy ez volt-e az Everested, de nekem kicsit úgy néz ki, mintha ez lett volna az Everested, a Kleopátra küldetés. Igen. Az egy nagyon szerencsés dolog volt, mert ugye ez egy francia film, és mivel a UIP Duna film alapvetően amerikai, sőt, alapvetően lényegében a Universal, Paramount, DreamWorks filmeket forgalmazza, tehát közelében nem lett volna ennek a dolognak, de az a kisebb forgalmazó azóta már megszűnt, úgy gondolta, hogy kellene egy ilyen nagyobb apparátus, és ezért felkérte a UIP Duna filmet, hogy ők mutassák be, és így került az én karmaim közé ez a film, ami ugye egy francia film, én nem tudok franciául, és viszont annak idején
az Alfában, Timár György fordításában a néhány Asterix képregényt volt szerencsém olvasni, és ugye ő így rímelve fordította le, és akkor gondoltam, hogy na, ha ezt én fogom fordítani, akkor én is ezt megpróbálom így rímekben fordítani. Úgyhogy ez ilyen nagyon nagy szállt, mert ugye bármilyen ezt nem lehetett volna elsütni, így viszont kaptam egy ilyen lehetőséget a sorstól, és gondoltam, hogy ez jót fog tenni a filmnek, szerintem jót is tett, és hát azt ne felejtsük, Csörögi István volt a szinkronrendező, hogy hát mert itt, hogy milyen jót alkotott ebből, mert ugye itt azért fontosabb volt a poén meg a rím, mint a szájmozgás, tehát itt azért az fölülírta, de azért persze igyekeztem. Na de hát, szóval ilyen lehetőség nem adódik mindig, hogy el lehet sütni ezt a poént, sőt, hát rendkívül ritkán, de itt a Timár György emlékének adózva, és a magyar nézőknek, akiknek talán egy része szintén olvasta ezt annak idején az Alfába, ez így átvihető volt, és akkor szerencsére, hát és ott 3 hetem volt rá, de még egyáltalán nem éreztem késznek a dolgot, de hát már kezdődött, de én még 1-2 hétig elmolyoltam volna vele, mert nem voltam teljesen elégedett, nem is vagyok vele teljesen elégedett, de már le kellett adni. Na, de hát igen, az jól sikerült, és mondom, hát egy tényleg nagyon szerencsés helyzet, mert különben egy bármilyen filmet, tehát egy Halálos iramban 4-et rímbe lefordítani, az elég hülyén néz neki, úgyhogy... Ja, én imádnám. Nagyon sok Halálos iramban filmet fordított. Az összeset? Vagy csak... Hát, igen, az összeset. Igen, az összeset. Mert az első kettőt az csak feliraton volt mondjuk. Én nem az elsőt, azt mondom, megírtam a szinkron, de a második résznek a szinkronját nem én írtam DVD-re, de egyébként igen. Ha lefordítanád esetleg így külön, akkor megnézhetném végre Julcsival, mert nem lehet. Egész egyszerűen nem lehet rávenni. Sajnán. Pedig azokban is vannak szörnyű szóviccek, meg ilyesmi, ezzel bíztatnálak. Az a baj, hogy már az én szóvicceimet is, pedig engem nagyon szeretem életileg, de már az én szóvicceimet is meglehetősen nehezen viseli, és úgy látom, hogy én kitöltöttem. A bolygó nevére néha önként feljárok, mert ezt én is nagyon élvezem. De oda én csak azt rakom ki, hogy mi a feladvány, és csak ritkán írok meg. De nem, a szóviccek miatt. Mondom. Azért jár föl, mert te nem írsz oda, nem értesz meg? Nem értesz a szóból. Értek én a szóból, csak akartam neki hagyni egy ilyen escape route-ot, amin így esetleg lekaphatja még a nem. kormányt. Nem a gyűlölet vasútvonalán. Van még egy fontos másik téma a szóviccek mellett egyébként, amit a chatben is írtak, hogy a kaszinót mennyire szerették, és hogy a káromkodás, hogy ez azért magyarul, a káromkodás az mennyivel szebb és választékosabb tud lenni, hogy ha, nem tudom, hogy erről van-e élményed, hogy nyilván angolról a sok fakot lefordítani valami gyönyörű szép körmondatra. Igen, választékosabban lehet, és a kaszinónál ott igyekeztem variálni, mert ott tényleg azt nem tudom, az a minden idők legnagyobb fuck countja, vagy már nem tudom, hogy megdöntötték-e azóta. Szóval igen, és kis lábjegyzet, hogy ezért is esett nagyon rosszul nekem, amikor a Duna TV-t csinált egy olyan kaszinó szinkront, ahol az összes csúnya szó enyébe-enyére és társaira át lett írva, és teljesen érthetetlen volt a dolog, így is este 10 után mutatták be, tehát, és meg akkor minek mutatták be, tehát, hogy érted, bemutatunk egy szexfilmet, de kitakarunk mindent, mert azt nem szeretnénk, hogy lássák a nézők, tehát, hogy nem mindegy. Vegán szalonna. Igen, vegán szalonna. Úgyhogy hát igyekszik az ember variálni ezt, és igen, magyarul nagyon-nagyon változatosan lehet állítani, nem tudom, hogy nevertek hozzá, de van egy ilyen, hogy magyarul lehet a legjobban. Igen. Ahhoz képest nagyon, nagyon szegényesen csinálják egyesek. Azt szerettem volna kérdezni, hogy fordítóként, amikor ugye nem, te is fordítottál könyveket? Hát csak ami kapcsolódott filmekhez olyasmi volt. Igen. Mennyire elvárás az, hogy hű maradjál a szöveghez? Tehát, hogy ugye van,
könyvfordításban is, és gondolom, hogy filmfordításban is vannak különböző iskolák, és nem tudom, hogy te például mennyire kezeled liberálisan ezeket a szövegeket, tehát hogy van, ahol így eleltéregetsz, amikor úgy érzed, hogy az mondjuk a magyar közönségnek jobban hangzana, vagy egész egyszerűen több értelme van. Nyilván olyan helyeken is, ahol mondjuk nem muszáj, mint egy szóvicnél például. Én nagyon szabadon kezelem a szöveget, mert és így néha próbálok filmeket kicsit talán följavítani, mert azt gondolom, hogy a szórakoztató értéket kell valahogy átadni, ehhez pedig szerintem ez vezet. Aztán ebben persze teljesen jogosan lehet vitatkozni, és van valóban az iskola, aki a szöveghűséget követelni meg, de amit én csinálok, az 95%-ban bugyuta a hollywoodi filmek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem sérül az egyetemes kultúra, hogyha kicsit szabadabban kezelem. Ugye pont az előbb említett Halálos Iramban írtam bele azt, hogy mi van, ez egy Pataki Atis bőrcsekét, nem tudom, követted, vagy nem tudom, mi volt. És ugye ott a Rick James van az eredetiben, amit a magyar nézők szerintem 90%-ának semmit nem mond. És ugye nem lehet meglábjegyzetelni, vagy hosszabban írni, mint egy könyvben, ahol esetleg van arra mód, hogy valamilyen módon elővezesd, vagy körülírjál egy ilyenféle utalást. Megcsillagozd. Igen, hanem úgy megy tovább ugye a film, és az sem feltétlenül jó, hogyha a néző hogy felkapja a fejét, vagy nem érti, tehát megakasztja a filmnézésben, hogy ez most mi volt, vagy nem hallottam, rosszul értettem, vagy így lelöködik a trackről, vagy úgy kell éreznie, hogy, hogy ez, aztán persze itt mindig meg kell találni azt a határt, hogy ez a dolog, ez most mennyire ivódott már be, vagy fog beivódni. Ugye én most már olyan rohadt régóta csinálom, hogy amiket pályám elején csináltam dolgokat, és ott voltak nyilván olyan dolgok, amiket valahogy áttettem magyarba, vagy nem tudom, amik már bőven angolul, vagy az eredeti nevükön, vagy van magyar nevük érthető lenne. Úgyhogy erre is, ez is egy érdekes dolog, hogy megítélni azt, hogy ez az adott dolog, az most akkor van-e már magyar, ugye mert most már mindenki mindent angolul mond, tehát angol szavakat szövünk bele, és a gyerekek respawnolnak, meg kempelnek, meg rage-elnek, meg cringe-elnek, és ezzel nincs is semmi probléma, és akkor ha azért a hollywoodi filmek döntő többsége fiatalokhoz akar szólni, mert a fiatalok járnak eleve moziba, tehát hogyha nekik, őket akarom megszólítani, akkor ezt igenis nekem is úgy kell venni, hogy akkor ezeket beleírom, vagy nem tudom, tehát kell azt követni, hogy ezeket a nyelv már mennyire vette be, és akkor itt kell így eldönteni, hogy bizonyos utalásokat, vagy akár személyeket, vagy bármit, ami ilyen kulturális dolog, azt mennyire, mikor működik jobban a film, hogyha találok egy frappáns magyar megfelelőt, vagy hogyha meghagyom, és akkor kockáztatom, hogy a nézők egy része nem érti, de remélem, hogy a nézők nagyobb része már érti, vagy akkor utána néz. Szóval ez egy nagyon jó kérdés. Neked vannak ilyen erős érzéseid ezzel kapcsolatban? Hogy szívesebben fordítanál le mindent, csak inkább a fiatalok miatt van, amit eredetibe hagysz? Én azt gondolom, hogy a nyelv az változik, és ez benne van, tehát én nem háborgok azon, csak sokszor nem értem, amit a gyerekeim beszélnek, de hogy azt gondolom, hogy ez így van, és ezt ők így, tehát most ezzel nincs ez ellen mit tenni, vagy nem is tudom, hogy kell-e, tehát ugye, hogyha az alapértelmezett szórakozása, most tehát tényleg a fiatalok nagy részének, hogy angolul, vagy néz a YouTube-on videót, és meg angolul játszik, és a játékokból tanul, meg bizonyos kifejezéseket úgy használja, és átteszi a mindennapi életbe is, akkor ez így van. Aztán persze az idő majd eldönti, hogy ezek mennyire maradnak fent, vagy mennyire kopnak majd ki. Meg hát az is, az a jelenség is van, hogy ilyen teljesen ósdi, vagy réginek tűnő szavak így visszajönnek poénból, és akkor így cirkulálnak újra. Tehát nekem nincsen ezzel ellenérzésem. Próbálok ehhez olyan szempontból alkalmazkodni, hogy a célközönség, tehát hogy azért ne fordítsam le, mert hát ilyen nincs is magyarul, hogy cringe-el, de van, hát hogyha használják, akkor van, és ha a nyelvhasználók többsége megérti, akkor van, hát ez egy ilyen dolog, hát most, és akkor tehát az a szó, hogy feeling,
annak nincsen, ebben az értelmében, hogy ez milyen feeling, és nincsen pontos magyar megfelelője. Azt az írja le, hogy feeling, ugye, feelinges ez az érzés. Tehát, hogy az nem azt jelenti így, hogy feeling, hogy érzés. Tehát nincsen rá jobb szó, és ez így van. Igen, és szerintem... sok ilyen angol szó van, amihez ugye az érzelmi töltet is társul. Nekem nagy veszőparipám az, hogy nem találok magyar szót az entitled-re. Az, hogy valaki egy entitled person, és ez mit jelent? Ez a bajom, Dávid! Akkor mondjál vele mondatot, vagy történetet. Kicsit ilyen öntelt, azt gondolja, hogy neki joga van dolgokhoz. Hogy akinek minden jár. Igen. Ja. Akinek minden jár. És jogot formál magának olyan dolgokra, amihez valójában nincsen. És az, mert hogy az entitled azért nagyon sok mindent jelent egyszerre, és így meg is jelenik a szemed előtt az ember, hogyha így kimondod. Nekem is volt a része munkámnak, hogy fordítsak dolgokat így plakátra inkább, tehát ott is, hogy egy szó volt, és akkor ennek ezt helyettesít be egy szóval, és az empowering. Fú, nagyon sokat röhögtünk ezen. Annyit szenvedtem, hogy nincs rá egy szó, ami kifejezi azt, hogy ez mit jelent. Úgyhogy nyilván sok ilyen van, ami... És ez az, amiben te minden egyes fordításnál belefutsz, nem? Hogy mindig van valami ilyesmi, ami hát, ahol egy kicsit megakadsz. Nagyon sok ilyen van, és most, ha így fölnézek ide az ajtómra, akkor itt van a Watchmen őrzők plakátja, és ugye az a szó, hogy visionary, ez most már nagyon visionary director, a ez meg az, és akkor ez volt az első eset, hogy én így fordítottam, hogy 300 látnoki erejű rendezőjétől. És ez itt van így a plakáton, és szerintem amúgy ez nem rossz, de hogy ez tényleg tök nehéz, mert és ráadásul pont ebben a filmes, meg ilyen reklám szakmában nagyon könnyen dobálóznak ezekre a típusú szavakkal, az empowered is, amit mondtál, hogy baromi nehéz, és akkor vagy találsz egy nagyon hatásos, de igazából nem azt jelent, teljesen azt jelentő szót, vagy megpróbálod körülírni, szóval igen, ez abszolút így van, és vannak ilyen divatszavak, meg hát amik ugye a különböző éppen politikai, kulturális, most mondjuk ugye a woke, meg nem tudom, tehát hogy ezekkel mit csinálsz? És akkor ezt nagyon sokszor érdemes átvenni egy az egybe, mert aki erről olvasott, az így olvasott róla, és ez már beivódik a nyelvbe, és ettől nem kell meg, tehát a televízió, meg a rádió, meg a videó, tehát azok sem magyar szavak, és így kerültek be, és a képmagnó meg nem honosodott meg, tehát hogy sajnos. Lehet vele próbálkozni, és van, ami működik, és van, ami meghonosodik a magyar fordítás, de van, ami... Hát az angol lett már régen a uralkodó nyelv, és az internettel, meg a YouTube-ban, meg a nem tudom, TikTok mindennel, ez még inkább így lesz, úgyhogy ezt követni kell. És ráadásul ugye a ma játszódó amerikai filmek nagy többség is ilyen közegben, meg fiatalok között játszódik, tehát teli van ilyen szavakkal, tehát ott meg aztán pláne. Úgyhogy hát tudom, szerintem ezt követni kell, vagy föl kell ülni a hullámra, aztán majd kiadja. Hát főleg, mi marad meg. Főleg tényleg azok a népszerű amerikai filmek, amikre főleg a fiatalabb korosztály jár, nekik furcsa, hogyha egy olyan filmre ülnek be a mozgókép színházban, ami a fákot ennyibe ennyire fordítja. A Duna TV-n, for reasons. Nekem most így van a fejemben egy pár film, amit nem tudnék megnézni eredeti nyelven, mert valami miatt az nekem az a film, amit gyerekkoromban láttam, nyilvánvalóan szinkronnal. Nem? Star Wars. Nem? Szinkronnal? Igen. Miért? Ó, úgy érzem, hogy most itt valami falba ütköztünk. Abszolút, miért akarnám? Én az eredeti trilógiát, azt szinkronnal, baby. Igen, mert nem láttad vásznon.
De nem láttad Vásznon moziban, igen, ahol feliratos volt. Igen. You're part of a rebel alliance. Én életem első 10 évében csak azt a kazettán néztem otthon a tévében a szinkronos. Hát én is, de aztán... Én azt már... Nekem az már szinkronos marad. Nekem van egy-kettő olyan, ami valóban szinkronos marad. Főleg a vígjátékok. Az Ace Ventura, Airplane, az összes Jay és Néma Bob, ami egyébként iszonyatosan jó eredeti nyelven és szinkronnal is. A Lock, Stock, Two Smoking Barrels, a Snatch. Ez angolul mondod. Igen. Mert hogy nem tudom magyarul a címeiket. A két füstölgő, igen. Az mondjuk egy kis félrefordítás. Bár még nem félrefordítás, csak nem lehet máshogy. De a Bluff például, tehát hogy azoknak annyira zseniális a szinkronja, nyilván eredeti nyelven is hibátlan, de hogy a szinkron is hibátlan. És nekem a South Park. A South Park az annyira kurva jól sikerült, gyerekek. Ott van egy-kettő olyan dolog. Ami... Mondjuk annál elég nagy a szabadság. Az a helyzet, ott az animáció stílusa miatt, ott nagyon nagy a szabadság a fordítónak. Ez nem tudom, mit jelentett az a köhögés, de biztos. Azt, hogy gagyi az animáció, és ezért sokkal nincs kidolgozott szájmozgás. Ezt akartam mondani. Ezt szerettem volna mondani. A szakértőre legyél kedves hallgatni, mert láthatóan nem ugyanazt gondoljuk. De hogy ott aztán igazán jól megmutatkozik a magyar nyelv gazdagsága. Igen, nekem abszolút amúgy a Disney filmek, amiken felnőttem, azok, tehát, hogy vannak dalok, amiket álmomból felébresztve is el tudok énekelni, és nekem azok már örökre a magyar dalok lesznek. Mondom, a Frozen-től kezdve, a Jégvarástól kezdve kezdtem el eredeti nyelven nézni őket, és onnantól kezdve, ami azóta megjelent, az igen inkább angolul, de hogy előtte mindent, tehát hogy az Oroszlán király, a Hamupipőke, a Hófehérke, az Ariel, a Pocahontas, tehát hogy nekem minden magyarul van meg, és most már ez így is marad nekem. Nem, Júlcsának nem volt gyerekszobája, úgyhogy ő nem néz Disney rajzfilmeket. Nem, de nagy hiba. Nekem a Mici Maszkó jutott eszembe, hogy azt mennyire nagyon szeretem magyarul, és valószínűleg. Zseniális. A Mici Maszkó nagyon furcsa lenne angolul. És ami még szintén zseniális, az a Flintstone család. Igen. Ez nagyon ringeztem. Hát az összes mese nyilván, tehát hogy azok nekem is magyarul. Nem, de ugye az is rímbe volt szedve. Igen. A Flintstone. A Mici Mackó tényleg teljesen hibátlan. Jú, de szeretem a Mici Mackót. Nem egy pompom, de egy nagyon-nagyon jó mese. Hogyha meg értelemszerűen le kell borulnunk a ne nyomd fullba a kretént előtt. Milyen érzés az neked, hogy valami, amit lefordítottál, az itt szállóigévé válik, és visszajön mindenhonnan, mémeken, filmekben idézik, sorozatokban, tévéműsorokban. Jó érzés. Ez ráadásul a Tropic Thunder című filmről van szó, szóval én nagyon későn értem. Úgyhogy... Azt akartam mondani, hogy trópusi vihar? Elnézést, a Trópusi Vihar című filmről van szó. És a régieknél mindig csak találgatok, hogy most arról beszélünk. Egyértelműen arról beszélünk. Régieknél, mint a gyerekeimet hallanám. Apa, ez régi film? Már hogy érted? 2000 előtt készült? Igen, akkor régi film. Az egy fekete-fehér film? Nem. No fucking way. Igen. Viki azóta néz filmeket, amióta van MCU. De ugye a 2000-es évek előtt, lássuk be, nekem csak a Disney mesék voltak. Igen. A 2000-es évek előtt? Igen. Én 2000-ben 9 éves voltam. Tehát, hogy én előtte csak a Disney-t néztem, meg a tévébe a meséket. Tegyük hozzá, hogy a Disney filmeket... Hűtársam. Disney filmeket addig nem is lehetett
nem magyarul nézni, amíg legalább DVD-n meg nem jelentek, és akkor bele lehetett nézni az angolsába, tehát ugye nyilván családi gyerekfilm az nyilván úgy ment, és hát mindenki úgy ismeri meg, és tehát ki akarja megnézni nem magyarul, na mindegy, szóval igen. Nekem két veszőparipám van még, amit mindenképpen szerettem volna érinteni, és két olyan dolog, ami szerintem talán a legnagyobb kihívás a szinkron előtt. Az egyik az akcentus. Hogy például a... Ez inkább a színész kérdése? Nem csak a színész kérdése, szerintem. Valami történt. Nem tudom. Nem csináltam semmit. Megszakadtunk egy másodpercre. Azt hittem, hogy nagyon rosszat mondtam. És ennyi, kész. Nem nyúltam semmihez, eskü. Mindjárt. Vissza is varázsoltalak a helyedre. Szóval és lehetséges, én most nem én most nem látlak titeket, azt mit kell csinálni? Nem. Nem, én csak egy magamat látom, meg két kockát, de abba csak így avatárotok. Aha, jó. Alakul. Azt hiszem sikerült. Szóval azt szerettem volna még kérdezni, hogy lehet, hogy igazad van egyébként, hogy tényleg sok múlik a színészen, de abban neked is van beleszólásod, hogy hogyan fordítasz, mert például az ilyen finom különbségeket át lehet-e adni akcentusok között, származás között, rassz között? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy baromi nehéz dolog, mert... Még az ilyen könnyebb akcentusoknál, ami nem mondjuk egy angol-amerikai különbség, ami az egyik legnehezebb, hanem mondjuk egy német vagy orosznál, annál is könnyű átesni a ló túloldalára, és itt valóban a színészen sok múlik, hogy ne legyen komikus, pláne, hogyha mondjuk ez nem egy komikus film, és mondjuk félni kell az orosz gengsztertől, akkor ne röhögjünk azon, ahogy beszél. Nagyon nehéz, két példát szeretnék ki most hirtelen mondani, az egyik az igazából szerelem, ahol ugye van az a szál, amikor a béna srác, aztán végül is kimegy Amerikába, és ott a legjobb csajok leesnek neki, és ott van egy olyan rész, hogy ugye az a szexi, hogy ő angolul beszél, és hát ott nem is nagyon tudtam megoldani, és ott volt pár ilyen bénábizet, tehát az baromi nehéz, mert általában úgy próbálja ezeket az ember megoldani, hogy szókincsben, tehát hogy úgy próbálja érzékeltetni azt a akár raszt, vagy nem tudom, hogy szókincsel, de amikor ugye erre megy ki pont így konkrétan a játék, hogy másként pont valamit, tehát szóval baromi nehéz, viszont az előbb emlegetett Trópusi viharban van ugye ennek a nagyon durva példája, ahol ugye a Robert Downey Jr. egy olyan ausztrál színészt játszik, aki a karakter miatt átmegy ugye a négerbe, és be is festi magát. Megszakadtunk? Itt nem. Nálunk. Ajaj. Kis probléma, semmi baj, mindent áthidalunk. Valahogy. Igen, egy pillanatot vár, kérlek, a Dávid próbálja megoldani a dolgot. És Dávid már meg is oldotta a dolgot. Hát nálam még nem, de akkor ti hallottok engem. Most már elméletileg igen? Mi eddig is hallottunk, csak a stream beakadt. Nem, én nálam most megint az van, amit az előbb mondtam, hogy két ilyen kocka, de az egyikben két lila kocka táncol, és a másikban meg egy avatár van. De hogyha hallottok, akkor... Igen, mindjárt vissza fog jönni a kép is, hogyha minden jól megy. Na, szóval ott ezt így sikerült megoldani, és szerintem vicces lett, és jó lett, és szerintem ezért szerintem viccesebb is lett, mint az eredeti hanggal ez a film, emiatt a plusz miatt.
De itt ennél a témakörnél szoktam elmondani azt, hogy Örkénynek van egy ilyen írása, azt hiszem az a címe, hogy egy lelkiismeretes olvasó, és akkor fölhívja Örkényt, hogy olvasta ezt és ezt a Faulkner fordítását, de lehet, hogy Steinbeck, de inkább Faulkner, hogy nagyon tetszett, nagyon jó volt, csak szeretném megkérdezni, hogy a négerek miért suksükölnek. És akkor ez, hát ugye erről beszélgetnek, hogy hát ezt valahogy érzékeltetni kell, hogy mit tudom én, úgyhogy ez egy régi és nehéz probléma, hogy ezt hogy lehet lefordítani, inkább azt szoktuk választani a forgalmazóval együtt, hogyha ez nem dramaturgiailag nem annyira fontos, hogy az adott karakternek valamilyen akcentusa van, csak színezi az adott filmben egy picit azt a karaktert, akkor inkább ne, vagy csak nagyon minimálisan legyen, ez nagyon el tudja billenteni a filmet, vagy a karaktert rossz irányba. Még most is hallotok? Mert itt most már igen, 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 igen. Jó. Csak mit ilyen furcsa. Próbáltam visszakapcsolni a kamerát, de valami miatt ő azt mondta, hogy ez nem fog megtörténni. Az nem nyújtok olyan nagy vizuális élményt, hogy ez problémát jelentse. Mi nyújtunk szóval, neked vizuális élményt, vagyis hogy ja, mi nem az, nyújtunk az már neked vizuális élményt. Az viszont igaz, az igaz, hogy az viszont hiányzik. Na, szóval, kis hogy, Freudi, de semmi probléma. Úgyhogy ezzel ez a helyzet, hogy ez egy nehéz dolog. De például amit mondtál az előbb, tényleg nagyon zseniális szinkronja van ugye a két füstölgő puskacsőnek, és hát ott, ahol ez a Brad Pitt féle anután meg minden, hát az egyszerűen zseniálisan lett megoldva, és ott is ugye szavakban is, szóhasználatban is, meg az előadásban is, szóval az egyszerűen bravúros. A Bluffnél. Igen. Ja, mit mondtam? Ja, igen. Igen, na, igen. Hát kérdelem, a igen, szóval a Bluffnél, nem a... De a két puskacsőnél, meg a Szőke András, na mindegy. Igen. Szóval ott is, igen, tehát igen. Van egy-kettő olyan, aminél viszont tudod, így nagyon-nagyon fontos lenne, mert, és főleg ez a szitkomoknál, meg a sorozatoknál, ahol mondjuk nekem mindig az egyik ilyen go-to megoldásom erre, amit így nem nagyon lehet visszaadni. Azt mondják egyébként, hogy nem rossz, én egyetlen egy epizódot láttam, és nem tudtam többet. A Big Bang Theory, ami magyarul agymenők, ami én azt aláírom, hogy a szibátlan. Az a fordítás egyébként. Viszont ott ugye van egy indiai karakter, aki értelemszerűen indiai akcentussal beszél, Raj, és az interakciók nagy része az arról szól, hogy ő indiai. És nem tudom, hogy magyarul ezt hogyan lehet visszaadni. És ugyanez, ami sokkal enyhébb, tehát hogy kevésbé in your face probléma, de azért kellemetlen tud lenni, a House MD-ben az ausztrál orvos. Uh-huh. Aki ugye folyamatosan kapja a tolót House-tól, mert hogy ausztrál. Hát az és igen, tehát az ki a szavakat. És az meg aztán az tényleg ez a nulla külön érzed angolul, de hogy nincs akkora különbség, hogy lehetne neki adni valami extrát. Hát szerintem igen, tehát elkerülhetetlen, hogy elvesszen egy bizonyos foka ennek. Igen. Hát az ausztrál versus angol versus amerikai angol, hát ez a legnehezebb. Tehát tényleg ez igen. Igen. A másik, hát meg az, de... amikor... Igen, bocsánat. Ja, még az jutott eszembe, ugye, amikor azzal játszanak, meg az egy fontos eleme egy amerikai filmnek, hogy ilyen déli texasi kiejtése van igen. Valakinek, és akkor ugye az is fontos tud lenni, hogy az amerikai néző az már rögtön tudja, itt arról van szó, hogy őt sutyónak fogjuk hinni, de aztán majd kiderül, hogy okosa vagy mit tenni, tehát ugye filmje válogatja, de hogy annak jelentősége van, és akkor annál is, ugye, hogy ez mennyire fontos, akkor most megpróbáljon tényleg ilyen suksükölni, vagy hogy érzékeltesse azt az ember, vagy inkább nehéz, szóval ez is nehéz. Igen, ez is kellene, neked is gondolom sokat segíteni, ha lenne egy ilyen egyezményes, hogy jó, akkor Louisianától délre. Jó. Csángó.
És akkor azzal rendben is vagyunk. A másik, ami szerintem, nem tudom, hogy csak nekem veszőparipáme, a magázódás, tegeződés kérdése, amivel úgy látom, hogy azért vannak fordítók, akik egy kicsit össze vannak zavarodva, hogy kit, mit, hol magáz, és miért. Mert ugye ez ugye Angliában, Amerikában nincs a magázódás, tehát hogy ott igazából szövegben fejezed ki a tiszteletedet. Ezért nagyon érdekes például a Squid Game, ugye koreai, és angol feliratnál nincsen külön magázódás, tegeződés, magyarnál viszont van, és ott a sztorinak része is, hogy kivel magázódsz, meg kivel tegeződsz, és mikor kerülsz valakivel olyan helyzetbe, hogy tegeződni kezdtek. És ez például az angolnál teljesen elveszik, míg nekünk meg van rá módunk ezt kifejezni. Ez a nagyon ritka eset, amikor koreaiból magyarra fordítanak valamit, viszont amit te is mondasz, és erre akartam én is kiukadni, hogy egy film vagy egy sorozat hangulatát is meg tudja változtatni, illetve két karakternek a kapcsolatát is teljes egészében megváltoztatja az, hogyha ők magázódnak vagy tegeződnek egymással. Igen, hát ez egy, itt jön be a dramaturgia, tehát itt kell eldönteni dramaturgiailag, hogy mi használ, és mi lehet vagy az alkotók szándéka szerint, vagy a te szándékod szerint, mint dramaturg, hogy ugye amikor dugnak, akkor már nem árt a tegeződnek, de hogy amúgy meg, igen, tehát hogy meg kell nézni, hogy vagy rögtön tudom őket tegeztetni, hogy mik amerikai jelenkori két hasonló életkorú ember, hasonló társadalmi pozíció, hogy akkor lehet rögtön tegezni, és akkor nincs probléma, vagy pedig igen, hogy hol vált át ez a dolog, és akkor annak ott jelentősége van. Tehát ez egy fontos döntés a magyarban. És de ez neked is egy azért gondot okoz, nem? Hogy, hát igen, végig kell ezt gondolni. Például a Top Gunnál, a Top Gun Mavericknél, ott ugye Tom Cruise a fiatal újoncokat képzi ki, meg mit tudom én, és alapvetően ugye katonai viszony van köztük, tehát nyilvánvalóan magázódnak, de közben ugye egy személyes tál is bekerül, stb., és akkor ott én váltogattam például, tehát hogy amikor magánemberként szólt oda, meg mint amikor a felettese, és akkor van olyan, hogy hol tegezi, hol magáz, az ilyen már klimatikus, végkifejlett konfliktusos percekben. Úgyhogy hát igen, itt ezt el kell dönteni. És hát ugye az is, hogy mondtatok a Squid Game-nél, hogy ugye hát Ázsiában, meg aztán ez pláne, hogy a tisztelet, meg a nem tudom micsoda, tehát ott megint egy más, tehát attól is függ, hogy hol játszódik a sztori, és kik a szereplői. Igen. És akkor ugye, amikor a kosztümös, vagy régebben játszódó filmeknél ezt el kell dönteni, és meg kell nézni, hogy az, amikor majd összetegeződnek, az lesz-e majd egy ilyen fontos dramaturgiai pillanat, vagy akkor végigmagázódjanak, vagy nem tudom. Szóval ezt végig kell gondolni. Ez tök jó, hogy így a karakterfejlődésnek a jele is lehet az, hogy vagy ilyen kapcsolatok alakulnak, és ez alapján lehet ezt belőni, ez baromi jó. Amúgy, amióta beszélgettünk, így rájöttem, hogy annyi lehetőség van a magyar szinkronban. Amit te mondtál az elején, hogy attól függően, hogy milyen szerepet játszik egy-egy színész, akár meg is lehet változtatni a hangját, ami mondjuk jobban illik majd ahhoz az adott szerephez. És hogy azért a magyar nyelv akármennyire is kihívásokkal teli, de azért elég sok lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen kis nüansznyi dolgokat is lehessen változtatni, mint mondjuk a magázódás, tegeződés vonala, a káromkodásról nem beszélve, ami elég cifrek tudunk lenni, hogyha nagyon szeretnénk. Mennyire kapcsolódik a te munkádhoz a címadás? Tehát, hogy megválaszthatod az adott filmnek a címét, vagy ez általában meg van szabva, vagy valaki más csinálja, ez ilyen marketing döntés. Hogyan működik ez a része? Én vagyok a kreatív felelős is ennél a címét. Úgyhogy az szokott lenni, hogy én javaslok címeket, és akkor abból választ a vezetőség, vagy ha van olyan, hogy egyik se felel meg, akkor
nem tudom, marad egy eredeti eszköze. Ugye ez a vígjátékoknál probléma, főleg. Tehát ugye, de nem csak egyébként, mert ugye ott volt például a Deep Impact című film, amit fordítottam még pályám hajnalán, és ugye ott is, ott megmaradt végül is ez a Deep Impact, ami szerintem mondjuk az egyik legrosszabb megoldás, de hogy hát ugye mélybe csapódott. Tehát nem tudom, Deep Impact volt már bolygó nevén, mert igény lenne rá, de lehet, hogy már volt. Na szóval, lehet, hogy nem volt még. Tehát, hogy... Most már máshogy csinálnád? Én mondtam akkor már franc, ugye, hát ez 20 akárhány éve volt. Tehát ez olyan régen volt, hogy még Disney-ket néztetek, de hogy nem tudom, hogy miket javasoltam, de biztos azok is bénák voltak, mert ez egy Deep Impact, nehéz, de nem tudom, mi volt. De hát ott végül is egyik sem felelt meg. Viszont vannak olyan filmek, amikor vissza kell fordítani, és kint kell jóvá hagyatni, és akkor olyankor van, amikor nem engednek meg semmiféle kilengést, és akkor vagy marad egy szó szerint, hát még jobbik esetben egy szó szerinti fordítás, hogyha működik magyarul, de szóval tehát alapvetően én javaslok címeket, és sokszor az kerül elfogadásra, ami nekem is legjobban tetszik, van, amikor nem az kerül elfogadásra, és van, amikor meg kintről határozzák meg, és akkor nagyon meg van kötve az ember keze. De például van olyan, hogy címet kell adni, adunk egy címet, elfogadják, majd kint megváltoztatják az eredeti címet. És ez volt például de akkor, amilyenek már jóvá van hagyva, tehát már nem lehet változtatni rá. Ilyen volt a Wallace és Gromit és az elvetemült veteménylény, ami nem tudom már, hogy volt ez az eredeti címe, ezt a címet adtam, de utána átváltoztatták, hogy a Wallace és Gromit and the Werrabbit, na most a vérnyúl, hát az zseniálisan jó lett volna. Igen. De addigra már nem lehetett megváltoztatni, és ez nekik is később jutott eszükbe, hogy ez zseniálisan jó a vérnyúl. Na, úgyhogy meg ugye a Hugo eleinte, nem tudom, egy ilyen hosszú címe volt, mint ami a grafik novelnek is a címe, mert nem jut eszembe, és akkor arra lett a Leleményes Hugo, de aztán ők csak lerövidítették Hugóra. Mondjuk én nem bánom, hogy magyarul Leleményes maradt, így legalább a vízilóval nem keveredik, de hogy van olyan, hogy már van egy elfogadott cím, és akkor megváltoztatják az eredetit. Úgyhogy ez egy nehéz dolog néha, és nehéz vajudás, de hát te, mint bolygónevés régi harcos, ezt jól tudod. Úgyhogy igen, nem egyszerű. Én a vígjáték nevek azok, amiken le vagyok döbbenve, hogy ott ugye már így a címben is kell sugalnod valamennyire, hogy mire számíthat a néző. Ott mekkora szabadságod van? Tehát, hogy most, hogy már 26 éve ott vagy, gondolom már így, jó, hát a Dávid azt mondta, akkor sima, nyilván. Nem, én írom a verziókat, és akkor a vezetőség elfogadja, és sokszor azt, amit én is a legjobbnak tartok, de van, hogy nem azt, most nem fogok tudni példákat mondani sajnos, de nekem szabadságom van írni 5-10-15 változatot, és akkor abból kiválasztásra kerül valamelyik, úgyhogy... Nem jut eszembe, hogy a Ne játssz a tűzzel volt az a végjáték, és annak én valami teljesen égetni való, nem tudom már mit adtam volna, na mindegy, szóval, hogy van, hogy nem az lesz, ami szerintem a legviccesebb lenne, de mindegy. Hát is gondolom ők is tudják. Mit érzel egyébként a tevékenységet csúcsának, az eddigi? Mire vagy eddig a legbüszkébb az összes közül? Hát sok munkámat szeretem, mert jól sikerültek. Hát nyilván a Asterix és Kleopátra az egy ilyen sajátos, de Kaszinót is nagyon szeretem, a Jay és Néma Bob visszavágott is, de az Igazából szerelmet is nagyon szeretem, ez nagyon jó szinkron lett, Trópusi vihart. Nagyon szerettem a Charlie Wilson háborúja, az egy nagyon jó kis film szerintem, és annak olyan jó hangulatú szinkronja lett, nem tudom, sok van. Aztán a Mamma Mia-ba ugye írtam abba a szövegeket, szerintem nem lett rossz, csak ugye az első résznél nem az került a DVD-re, amit én írtam. Ez egy örök fájdalom. Hogy nem? Azt tudjuk, hogy miért nem?
Hát én is ezt kérdezem néha hajnalonként felriadva, csatakos párnából fölemelve csapzott homlokomat. Ott kint ki lett küldve, lehet, hogy az történt, hogy úgy gondolták, hogy nagyon elrugaszkodott az eredetitől, nem tudom, tehát lett egy nagyjából szó szerinti fordítás, de hát ugye nekem az volt a törekvésem, hogy egy szótag számára a ráénekelhetőségre mindenre stimmelő szövegeket írjak, és szerintem ez sikerült is, de kint valakinek nem tetszett. Na mindegy, és tehát az is szerintem elég jól sikerült. Hát nem tudom, ilyen sok mindent csináltam, és az, amikor, hát az egy dolog ugye, hogy én milyen szöveget írok, de hogy utána milyen szinkron lesz belőle, és olyan sok nagyon jó szinkron készült, hála a színészeknek, rendezőknek, vágóknak, hangmérnököknek, hogy ez az nagyon nagy élmény, hogy hallja az ember megvalósulni a dolgokat. Úgyhogy hát sokat szeretek, de ha egyet lehet vinni a lakatlan szigetre, akkor lehet, hogy az Asterix és Kleopátra lenne. Ha muszáj lenne vinni saját munkát, és azzal szétunni magamat. Jaj, a Jay és Nemo Bob. A Jay és Nemo Bob. Jaj, Istenem. Azt mindenkinek ajánlom egyébként a szinkronnal. De én az esküszöm, hogy jobb. Nem, mint hogyha nem szeretném az eredeti színészek, nagyon viccesek, de ott a szinkron az elég nagyot üt. Lányok, mi maradt még bennetek? Mi maradt a lelketekben? Bennem semmi, szerintem jó. Lelketlen lett! Mi? Azt mondta, semmi nem maradt a lelkében. De attól még lelke van, csak benne nincsen sem. Üres lelke. Nem, nekem nagyon izgalmas, nagyon-nagyon érdekes volt. Jó volt hallgatni, amiket mondasz, mert hogy én nagyon eredeti nyelvpárti vagyok, és ettől függetlenül egyébként tök jó, hogy ennek van itthon így kultúrája, meg hogy ez egy tényleg így... Szóval, hogy ez valami szépet akartam mondani, de nem jött ki. Szóval, hogy ilyen, úgy látom, hogy valóban így magas szinten van művelve ez az egész művészet, és ezt tök jó látni. De hát vannak filmek, amiket nem lehet eredetiben nézni. Tehát még egy Bud Spencer Terence Hill filmet hogy nézel meg eredetiben? Igen. Sehogy. Nem, és magyarul sem. Na látod? Gyerekek! Ez a világ megérett a pusztulásra. Jó van, menj ki, addig elköszönök, mert félek, hogy Dávid lecsapja a telefon most már. Nem. Csak a Gossip Girl, igen, Bud Spencer, nem a jó öreg Bud Spencer. Változnak az idők. Nézzétek ti csak a Bud Spencereiteket. Haló? Hogy lett az én kurva anyám ebből egy másodperc alatt? Én most kivételesen nem mondtam semmit. Én szerettem Bud Spencer és Terence Hill filmeket annó, gyerekkoromban nagyon, és aztán idő után így elkopott. Lehet, hogy valószínűleg azért, mert nagyon-nagyon sokat láttuk. És ez tipikusan olyan, mint a Home Alone-t se nézem már meg soha többet, mert a mai napig emlékszem minden egyes másodpercére, mert ott volt a tévében minden egyes karácsonykor. Igen. Na nem így a Die Hard. Dávid, nekem zárásképp egy kérésem lenne. Amint egyszer valamelyik film fordításánál, vagy filmcím adásánál felmerül egy komment a bolygó nevében, megteszed, hogy szólsz? Várj, ezt még egyszer, mert most ezt nem tudtam így hirtelen szóval... a késői órán lekövetni, hogy mondjad? Hogy amint lesz egy olyan film, amit fordítasz, és címet kell neki adni, aminél felmerül a bolygó nevén egy korábban megszületett filmcím. Kérlek, szólj! Hát ez gyakorlatilag rengeteg, tehát olyan sok olyan film van, aminek én adtam a címét, hogy már be is írtam egy-két helyre. Ha azt kérdezed, ha jól értem, de nem, igen. Nem tudom, hogy jól értem-e. Lehet, hogy én nem fogalmaztam. Nem, azt akarja mondani, amit te akarod azt mondani, nehéz két Dáviddal, de most a férjemhez beszélek, hogy ha egyszer valamelyik filmednek olyan címet adsz, aminek az ötlete a bolygó neve kommentek közül jön, akkor szólj neki.
Ja! Én sértettem, hogy szeretem. Komolyan! Én azt hittem, hogy teljesen egyértelműek, chat. De várjál, akkor ehhez az kell, hogy olyan feladványok legyenek, amik mit tudom én hány hónap múlva lesznek moziban, és én nekem most kell rá címet adni. Tehát akkor, aha. Akkor, hát a Matrix érted? Alcíme, az új Matrix. Az már megvolt. Mi? Már rég kín vannak ezek. Oh. Igen. Most már nagyon előre dolgozunk, tehát hogy bejelentenek valamit. Aha. Ma bejelentették, hogy jön a Jimmy életét feldolgozó sorozat. Jimmy? És már ki is tettétek, és meg nem láttam. Na, már ki is raktuk, és... Akkor már elment az összes jó poén, Franz. Hát a kakas, az agy és a két füstölgő puskacső, az már elment. Na, jó. Az már elment. De próbálunk segíteni, mert a király néven akarják leadni, és hát annak semmi értelme nincsen. Ebben hát ennél az sokkal, Elvis, sokkal több van. Igen, meg az egy Elvis film lenne akkor, tehát, hogy na mindegy. Igen, most ha vártok egy picik, iszike-piszikét, akkor... Gyorsan megmondja, mind dolgozik a következő. Így van, hogy minek hagyjatok, és akkor nekem... Jó, tökéletes. Csak ne, annyira nem jutnak eszembe, hogy mik lesznek. Ja, de már ennek is ennek van, már címe. Na, és 2022-t nézem, de ott már gyakorlatilag... Hát igen, most a Transformers, a Jurassic World Viráguralom van. Az a baj, amiknek még nincs címe, az olyan, hogy fogalmas sincs, miről szól, tehát, hogy ezért, igen, végül is. Ó, de hát, ilyeneket kellene. Mi lesz az új Nolan film? Annak angol címe van, és még nem is igazán tudjuk, hogy miről szól, nem? Annak még semmilyen címe nincsen, csak azt tudjuk, hogy Adam Driver lesz, ez nem ugyanaz? Nem tudom. Jó, el vagyok veszve. Lesz, az végül is már lehet egy ideje tudni, hogy lesz film a Dungeons and Dragons játékból, és akkor tessék, itt van Dungeons and Dragons. Oh. Valamikor jön. De annak az a baj, hogy annak valószínűleg eredetiben fog maradni az, a cím. Annak muszáj. Mindenki így ismeri, de hát alcím, egy jó kis alcím. Egy jó alcím, az mindig dob rajta. Igen. Igen, és hogyha a Jurassic Worldnek még nincsen alcíme, akkor oda de mehet van, a T-Rex felügyelő. Igen, de nem, mert ott már van, hogy világutalom. Különben is csak vígjátékokra lehet. Úgyhogy sajnos ilyen a rendszer. Itt nagyon sok olyan van a megjelenésben, hogy Untitled Universal film. Tehát még se tudják a címet. Úgyhogy... Még nincs neki. De hát igen, azok a legjobbak. Ki kéne rakni egyszer egy ilyen. Tessék, Fast and Furious 10. Na. És annak már nem lehet Fast a 9-es, vagy nem tudom, hogy volt a címe, ugye, de még a zseniális volt, Nem, most volt egy 8. Lemaradtam egyről? Most a 9 volt már szerintem, nem? Ez már 9 volt? Hát az volt a cím Fast is. Fast 9, tényleg, várjál? Igen, egy Fast a 9, Fast a 9-es az volt Fast a bolygón elég. Fast a 9-es, jön a 10. Ó, ott lehet játszani majd az X-el. A tripla XL, ugye? Igen. Abból nekem, hirtelen nem fogom tudni mondani. Abban van egy olyan szóvic, amiben egészen biztos vagyok, hogy nincsen megmondom, benne hogy Neymar föl a feladathoz. Neymar föl a feladathoz, igen. Muszáj volt, nagyon adta. Itt had it coming, nagyon adta, nagyon kellett. Mert hogy az aztán tényleg neked a jutalomjáték, mert hogy úgy általánosságban kiveszi komolyan ezt az embert, és különösen hát azokat a filmeket, amiket az ő főszereplésével adnak ki. De hát a film se veszi szerintem olyan komolyan magát eleve, úgyhogy ott belefértek ezek szerintem. Jaj, imádom. Dávid, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, egy igazi. Hát nagyon szívesen. Nagyon köszönjük, nagyon izgalmas volt. Nagyon érdekes volt. Én is köszönöm. Köszönjük. Na, jól van. Köszönöm akkor én is. Melyikőtök köszönel?
Én akkor elmondanám, hogy ha szeretnétek hallgatni a Skip Intro-t, akkor élőben megtehetitek minden kedden 6 órakor a Fun with Geeks nevű Twitch csatornán, illetve minden szerda estétől pedig elérhető a kedvenc podcast hallgató appotokban, mint például a Spotify, iTunes vagy bármelyik, amiket szívesen használjátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és jövő héten is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! És sziasztok. Értékeljetek minket 100 csillagra, meg dolgok. És valaki nagyon-nagyon gratulál a Bridget Jones-ér. Igen. És külön kiemelte a Boston Kulit. Jó. Amit én megértek. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Le vagyunk né. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try.